Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani Feri. Sziasztok! Hello, Gabali Feri. Hello, Jani Bali. Mindenki. Akkor mindenki köszön mindenkinek, gyerekek. Na, így már mindjárt más, mi? Hát egy kicsit, szerintem baj van az időjárással, gyerekek, mert nálunk 24 órája nem esett itt, valami nem stimmel. Komoly bajt érzek. Isten. Fel kell vinnunk Berceli Balázsit. Valami nem jó. Valami el van állítva, gyerekek. Milyen időjárás ez, ahol legalább 24 órája nem esik semmi. Bár én nem álltam most be a garázsba, és reggel vizes volt az autó, csak nem tudtam eldönteni, hogy esett éjszaka vagy pára volt, de azt mondom, inkább pára. Viszont az egy komoly problémát jelent. 24 órája nem esett az eső. Hát mi? Milyen világ? Már megszoktad. Mi, minden nap van valami kis csapadék, nem kell sokat érted várni. Ezt? Ma este már fog. Na. Ma este lesz? Az jó, mert akkor 11-től tudok teniszezni. Az nagyon jó. Este 11? Nem, reggelt. Ja. Estétől mondják csak az esőt? Aha. 11 órától játszom, úgyhogy meg az nem nagyon mindenfelé, jó. Nem mindenfelé, simán lehet, hogy nálatok nem fog esni, meg nálunk sem fog esni, meg Feriéknél sem fog esni. Hát a többiek meg úgy járnak sajnos, ahogy járnak, de... De azért bízunk benne, hogy nem lesz itt. Ilyen nem lesz itt komoly vagy probléma. Hát miért? Figyeljetek, most tegnap ugye mi volt? A Duna vonalában végig mindenki szívott tőle nyugatra, tőle keletre, nem volt semmiféle probléma. Hát így felváltva így kapjuk meg a rosszabbik végét a szerszámnak. Ennyi, ez van. A rosszabbik végét a szerszámnak? Így van. Milyen szépen mondtad, hogy... Uh-huh. Hát már kinek melyik a rosszabbik? Rossz igen, hát igen. Van olyan, amikor a rosszabbik a jobbik, de akkor te vagy a többé. Na mindegy, de ebben nem menjünk. Igen. Jó, a lényeg, hogy most egyelőre szép idő van. Legalábbis itt Pesten már nem merek mit mondani, mert hogy ugye nem szabad mindig országosan fogalmazni, mert lehet, hogy 20 km-re arrébb meg éppen valaki az ágyába kapaszkodva küzd, az ne vigye el a 130 km/órás szél. Úgyhogy itt Budapesten nálunk most süt a nap, szép idő van, végre. Úgy örültem, úgy drukkoltam, beraktam a kis felszerelésemet, mondom, de jó lenne, nem maradna már el megint a sportom. Na, de melyik helyen? Miért nem tudtok teniszezni egy nincs, fedett helyen? Képzeld, de nincs. Sehol? Nincs, ez sátrakat húznak föl ezek az őrültek október-november környékén, de hogyha esik, nincsenek fedett. Akkor most a tenisztadionjaink. Igen. A kis felszerelésed, nem tudom, hogy csak beraktad a wakeboardot, vagy beraktad a hogy hívják, a tiszpályás foci, hogy cuccot, vagy pedig a... Most a tenisz pakoltam be reggel. Nincsen fedett teniszpályánk, ami egyébként kellemetlen, hogy stadionok nyakra épülnek, mint teljesen fölöslegesen szerintem. Volt szerencsém tegnap belenézni egy meccsbe megint, nem tudom, hogy keveredte volna. Kérlek szépen, megmondom, mit néztem. A Nyilasi egy ilyen nagy plazma tévén elemzett valami adást, a szegényeknek egy gólt tudtak csak elemezni, az egész meccsen egy gól történt, és azt hiszem, hogy a Loki játszott valakivel. Aha. De olyan 60-an ültek körülbelül a nézőtéren. Na mindegy, úgyhogy mit kezdtem el mondani? Hűlök. Jó, sportos. Beraktad a kis cuccodat. Ezt szeretném nektek megmutatni. Te, amint megcsillan a napfény, na, az épület. Tegnap volt avató mérkőzés, egy haverom ott volt az új Fradi stadionban, ez egy előavató. Ez meccs, a jótékonysági történet, igen, gondolom. Igen, ez egy öreg fiúk meccs volt, nem ez is volt tudom, a jótékonyság. Mi lett a vége, csak megvan az első fotóm, egy amatőr fotó a stadionnak belsejére. Na, de hol bejutottál? Ja, nem voltál? Nézzek képeket. Automatikus az ember elkezdi elhúzni a képeket, hogy mi van még. Nem volt, de a haverja mondta, hogy haverja. Kapja ki ez a csaj. Jónak tűnik, szép. Egyébként gyerekek, szép. Igen, úgy néz ki, vagyok, mint egy nagy nemzetközi stadion. Az új Fradi stadion, öreg fiúk mérkőzés volt. Még egyszer mondom, nem tudom az eredmény, de Füles barátom ott volt. Jaj, de szép. És ugye milyen jól néz ki. De nagyon szép. Fáját neki, hát mégis. Hm. És akkor hétvégén meg majd a Chelsea jön, azt jó lesz. Azt a mindenit. Figyeljetek, ez nagyon jól néz ki. Tényleg szép, ez a jótékonysági, azt hiszem, hogy ennek a bevétele megy a Tűzoltó utcai klinika, vagy valahova, tudom, mindegy, hallottam, hogy ez egy jótékonysági meccs, igen. Igen. És na, mit mondtál, hogy nem voltál? Nem én, Füles haverom volt bent. Ja, Füles volt, és átküldte neked. Igen, ő ugye nagy Fradi drukker, és azért aztán van már neki bérlete, meg örök jegye, meg amit mit lehetett megvenni, és ő már ezen ott volt. Igen, hát jó, na, szóval visszatérve jó a focistáknak, hogy van stadionjuk, mert a teniszezőknek nagyon kevés, van egy-kettő fedett, de nem sok. Igazából, igen, mert tehát marha magasat kell építeni, tudod, ha ütsz egy ilyen izét, az azért drága a tenisztadion. Nézd meg, erre nem tettek tetőt, semmi baja nincs. Neked kéne egy fedett, akkor milyen magasat kéne építeni? Igen, hát, ne tudjuk leütni a lámpát. Hát szerintem most már többen, amatőr szinten mondjuk nem fociznak, vagy nem teniszeznek többen, mint ahogy fociznak. De a teniszben jobbak az eredményeim, mint fociban.
Hát, ugye? Igen, lehet, most már egyébként lehet mondani. A gyerekek, múlt héten volt, hogy a magyarok a főtáblákon mentek elő. Bizony, hát ugye a Babosék meg Grand Slam döntőt játszottak. Hát mikor játszott utoljára a világbajnoki cím, döntőt a magyar válogatott gyerekek? Hát ahhoz képest a tenisz eredményeink jobbak, mint a magyar futball eredmények. Tök jogos. Nem? Teljesen jogos. Úgyhogy ideje lenne egy-két tenisztadiont is építeni, milyen jó lenne. És ugyanez elmondható a kajakkenúról is. Például, hogy ott is kéne valami pálya, meg ilyesmi. Jaj, gyerekek, megint olyan beteg dolgot álmodtam. Na mit? A régi gimnáziumi osztálytársaimmal találkoztam, de nem tudtam beszélni, mert annyi rágó volt a számba, hogy nem tudtam megszólalni. És folyamatosan az egész álmomban azt jelenti, hogy húztam ki a rágót folyamatosan, hogy végre tudjak velük beszélni, mert annyira örültem nekik. És nem tudtam megszólalni soha, és mindig el akartam, hogy de jó, hogy itt vagytok, de jó, és úgy örülök nektek, nagyon szerettem neked, és húztam ki a rágót a számból, és az egész álom alatt az volt, hogy ők beszélgettek, találkoztak, kérdezték, hogy velem mi van, és nem tudtam megszólalni, mert mindig valami nagy darab rágót szedtem ki a számból. Na most ezt nem tudjuk megnézni húztam. A Krúdi fél álmos könyvben, akkor még nem volt rágó, de rákereshetünk a csepűre, illetve rákereshetünk a gitre. És csak húztam, és aki jött, és soha nem fogyott el a rágó a számból. Mondom ez neked, volt. Mi ez egyébként folytott orális fixáció. Valószínű valami igen? Ilyesmi lehet. Ez csak ez lehet. Nem beszélek csak eleget. Ez. Folytott orális fixáció? Igen. És csak húztam, és jött a rágó, és csak jött, és már mindig ott volt, hogy már mindjárt meg tudok szólalni, már mindjárt meg tudok szólni, és nem tudtam igen, még és addig mindenki már köszönt el, vette a kabátját, az ernyőjét, a sapkát, és mindenki haza. Vége volt, vége volt a tárgó, én meg... Igen, ezeket mondtad közben. Én hangokat próbáltam adni, és mindig azt éreztem, hogy könnyebb, már végre, már mindjárt az utolsót húzom, mindjárt meg tudok megszólalni, és megint ott volt a rágó, és nem tudtam megszólalni. És a végén már csak tudtam mondani, hogy amikor elfogyott, hogy jó, jó, én fizetek már, hogy akkor már csak te maradtál is a pincé. Igen, uram a számla. Jó, hát ha én, akkor én. És szörnyű volt, mert ott volt mindenki, és nem, egyszer nem tudtam nekik semmi értes. És arra gondoltam, hogy bennük az marad meg, hogy milyen ember lett belőle, igen, mint 10 év után, hogy egy rágót húzok ilyen ki a számból. Nagy vérzés, de szörnyű. És ez volt. Ez volt. Ez a menekülős szerintem. Ez a, amikor dagasztod a mocsarat, és így rettenetesen szaladnál el, és akkor így kapaszkodik a lábad mégis valamilyen ragadós anyagba, és nem tudsz onnan elhúzni a csíkot. Ez kb. Ez ugyanez lehet. Tehát ki kéne beszéljen valamit, de nem igen, teszi meg. Igen, valamit ki kéne mondanom. Na most mondd meg a Janinak tényleg. Valamit nem mondok el? Igen. Na, elő a farmával. Na, gyerünk, várjunk. A gyerekek, nem tudom, de szörnyű volt, mert közben olyan jó álom is lehetett volna. Ja, hogy beszélgettek, megdumáljátok, kivel mi van. Kivel mi van, mit, hogy. Nem volt ilyen nektek, hogy nem tudtok futni, vagy beszélni, vagy megszólalni, vagy bármilyen? Szerettem volna fölülni. Tehát, hogy odáig eljutni, hogy ki kellett mutni valami, tehát a reggeli ébredés, és nem tudsz fölkelni. De az álmodod, hogy nem tudod fölkelni? Hogy szól az óra, és te nem tudsz fölülni egyszerűen az ágyban, mert oda vagy kötve hozzá. Aha. Na, ilyen még nem volt nekem. Mint az elfutás, hogy azt se tudod valami előtt kéne futni. Az szokott lenni, hogy zsibbad a lábam, nem tudok ráállni, és futnom kéne, és mindig összeesek, és nem tudok futni. Az van. Az szörnyű. Nekem a sötét szobából nem tudok kivenni, mert nem találom az ajtót. Tök sötét szobában vagyok. Jó, tehát, de hogy most mi mennyire... beszélünk, hogy mit szoktál álmodni? Ja, ez is igaz. Most gondoljátok el, hogy mennyire frusztrált szituáció az, amikor egy tök sötét szobában alszol, és azt álmodod, hogy egy tök sötét szobában vagy, és nem tudsz onnan kimenni. És tapogatom a falat, és nem találom rajta az ajtót, nem találok rajta semmilyen nyílást. És kicsit az az érzésem, hogy egyre jobban szűkülnek a falak körülöttem. Egyre kisebb a szoba, egyre kisebb az a helyiség, amiben vagyok. Hát talán nem kéne hálózsákban aludni, érted? Egyébként lehet, hogy igen, picit belebonyolódtam, igen. Ott nincs kiállat. És a láb részénél vagyok, a lábzsákban van már a fejem. És mindig neki ütközöl az ajtónak? Igen, vagy? De nem, ez az, hogy nincs ajtó. Ja, tehát, nincs hogy ajtó. Keresem az ajtót, marha szűk a kis helyiség, ahol vagyok, ha egyetlen helyiség, ha nem kaparsa. De mit akar ezzel a tudatunk üzenni? Hogy rágó van a számmal, és nem tudok megszólalni, pedig szeretnék, te pedig nem jutsz ki valahonnan. Lehet ezeket fordítani? Kell egyáltalán, hogy ennek jelentése legyen? Soha senki nem fogja megfejteni, mindenki csak okoskodik. Elég figyelmet fordítasz mostanában a szájhigiéniára? Biztosan. A tudat alatti. Nem jelezte valaki az előző osztály találkozó. A tudat alatti düzen. Freud ugye azt mondta, hogy az álom az nem más, mint amikor a tudat alatti végre felszabadul. Oké, de mit azokat az üzeneteket küldi neked, amiket te egyébként a valós életben elfolytasz, meg elnyomsz, meg nem élsz ki. Ugye hát a rejtett, titkolt vágyak, meg elképzelések, meg tudatalatti dolgokban. Én nem titkolom ezeket a vágyakat, de... Amiket lenyomsz, elnyomsz. Na most ezzel mi van, hogy nem tudok beszélni, nem tudok megszólalni?
Barátaid arra vágynak lehet végre, hogy kussolj egy kicsit, Balázs, kérdezi valaki. Egy őszinte vélemény, köszi. Jó, hát megpróbál olvasni az álomban, kedves hallgató, és nem jó tesz. Igen, az álmod annyit jelent, beszélsz, de nem mondasz semmit. Balázs, egy súlyos jelágos, hát én is szoktam álmodni. Na látod? És pont ez az érzés, hogy jó álom is lehetett volna, ezt mondom, hogy ott van egy de jó ez az álom, hogy miért kell ezt egy ilyen elrontani. Tudod, amikor elmész valahova, és átizzadod az inged, és már az egész eseményt összezavarja, hogy te átizzadtad az inged. Érted? Vagy elmész valahova, beleülsz valamibe, koszos a gatyád, és arra gondolsz, hogy állj, minden jó lehetne, és pont ott van egy folt, és azzal kell törődni. Ez egész tök jó lehetne, de mégse. Vagy esküvőn vagy, és nagyon izzadsz, és akkor az egész olyan rossz. Ez szokott egyébként velem is lenni. Ez amikor én nagyon-nagyon kellemes a szituáció, nagyon rendben van minden, és egyszer csak észreveszem, hogy nincs rajtam ruha. Na. És nem tudom, miért nálam ez az oktogonhoz kötődik, de most ezt nagyon komolyan adom, hogy egy visszatérő álmom, hogy az oktogonon vagyok, ex-november 7-e tér, pucéran. Én elég sokat jártam a balra felé, az Andrássy útra, Vörös Marti utcára. De az fontos, hogy ex november 7-e tér az állam szempontjából? Na, hát ha esetleg valaki régen járt. Ja, hogy hát, akkor még mindenki bejegyezik meg, hogy ex november 7-e tér, hogy az álmodban szerepe, hogy ex november 7-e tér? Azért gondolom, hogy a Nofé térhez kapcsolódik, mert hogy akkor még úgy hívták, amikor nagyon sokat jártam be arra a környékre az iskola miatt. És állandóan ott ébredek fel, és akkor így minden ilyen nagyon happy, süt a nap, és akkor így minden nagyon rendben van, és egyszer csak észreveszem, hogy tök pucér vagyok. Na. Na most, amikor a lakóhelyettől cirka, mit tudom én, 50 perc, egy órányi nem autóútra, nem mondjuk metró, vagy villamos útra, vagy pucéran, azért az nem túl. Na ugye? Nem túl felemelő. És itt jön az, hogy akár egy jó álom is lehetne. És aztán rájössz, hogy nem. Mert valami bezavar. Na ugyanilyen a rágó. Így van. És mi akkor hova menekülsz? A középiskolában behurcoltak egyszer a fiú WC-be? Volt valami? Egyszer. Hát érted. Egy ilyennel frajcén mit akar üzenni a tudatalatti tessék, hogy te mesztelen vagy egy téren? Nyilván nem az a vágyat, hogy mesztelenül legyél az oktogonon, mert az... Nem, annyira nem. Meg ott azért kis, kevés menekülési lehetőség van. Akkor? Legfeljebb csinálsz egy bakadét. Ez a Freud nem volt hülye csávó, azért mondott jókat. Na jó, de akkor az hogy van például, hogy ugyanaz az álma Andinak, azt hiszem ő írta, ugye? Hogy ugyanúgy a rágót. Tehát akkor viszont ezek így kollektív álmok? Na. Ugye, hogy neked is ugyanaz, meg ő is azt mondja, hogy ugyanúgy rágóval van tele a szája, húzza ki, és neki is az az érzése van, hogy jó az álom, csak emiatt rossz lesz. Na? Tehát lehet, hogy sokan álmodják rajtam kívül is azt, hogy az oktogonon ex-november 7-e téren mesztelenül állnak. És ez mindenkinél ugyanazt jelenti? Ugye? Na, tessék. Ugye milyen hülye az ember? Nem már kell álmodni minden nem tudunk. Vissza. Nem kell álmodni. Teste. Avokádó krémet. Későn? Na, nem. Mennyit? Másfél kilót. Másfél kilót. Jó, megcukroztam. De kenyér nélkül. És ettem hozzá egy kis fehér szalonnát. Zsíros kenyeret ettem, avokádó krémet. Nem, semmit. Egy meleg szendvicset ettem 7 óra környékén, de hogy nem szoktam este ilyen térdelésig zabálni magam soha, mert nem tudok aludni. Igen, akkor jön meg ezek. Nálam ez nincs, ez a fél 9-kor még egy kis körömpörkölt, tehát úgy letolok magamon, és lefolytom 2 deci zsírra, forró zsírra. Valahogy én nem szeretek este. Rágózni szoktál? Nem szoktál rágózni. Nem, ritkám. Mi lehet még? Azt írják, hogy neked az a szülőcsatorna élményed. Szülőcsatorna élményed? Az oktogonnál született. Nem, a sötét szoba. Ja. Ez a te szülőcsatorna élményed. Sötét van mindenhol, és nem nincs meg a lyuk. Csillsz, próbálsz és keresed, ugye? Ja, és azért erőltettem ezt a Nofétér vonalat, mert hogy még abban az érában születtem. És te még azért igen. Azért ja, akkor igen. Ezt a november héttér. Ez már az oktogon. A kis komcsi. Igen. Túlhordott annak, de miért nem a az Engels téren, vagy a felszabt téren. De akkor miért nem érted a Kossuth téren, Kispesten, vagy nem tudom, miért Lőrincen, a Béketéren kelet fel. Hát azért mégiscsak több közön van hozzá. Mondjuk az István kórházban születtem, tehát na, hogy akkor lehetne mondjuk akár a Nagyvárad tér is. De nem az, hanem az oktogon. Az ez elvágyódás. Ja, hogy máshol szerettem volna születni. Tehát nem az Istvánban, hanem a nem tudom mi van az oktogon. Igen, ez lehet, hogy egy ilyen kerületen kívüli elvágyódás. De ez egy nagy álom, nagy lépés lenne. Ez egy nagy. Elhagyni a kerületet, ez a tudatalattid üzen, hogy hagyd ott végre Lőrincet, igen. Van ott egy jó kis cukrászda, de szoktam járni egyébként, nagyon finom a három csok is. Tortájuk, volt annak idején. Tonkababos tortájuk is, fagyuk is nagyon jó. De azért annyira nem jó. Hogy mesztelenül álljon. Hogy ott álljak mesztelenül minden nap. Annyira nem vágyódom el. Na mindegy, hát ez van. Érdekes dolgok ezek. Gyerekek, mi van ezzel a magyar masszornő nővel, akinek itt olvasom a káváriáját? Russell Brandet a börtönbe akarja juttatni?
De ez már az UNICEF-nek, meg David Cameronnak, meg mindenkinek levelet ír. Mi van? Ez mi ez a sztori? Mert hogy minden címlapon ez van. Van ez a magyar masszőrnő, aki elment és megmasszírozta rá Szebb Rendet, és azt mondták, hogy akkor itt most kis hóka-móka. Igen. Én ezt pont ma reggel kérdeztem tőlem, hogy ki ez a Russell Brand, mert ugye felkészült vagyok ebben a témában, de azért én nagyon elolvastam. Jó komikus. Igen, jó komikus, hogy ő a barátnőjével rendelte meg tulajdonképpen a magyar masszőr lányt, tehát aha, ott volt anya is, és hát a masszőr ködést azt ők túl gondolták, tehát hogy egy ilyen hármas masszőrözést akartak. És ezt a magyar kislány kihagyta. Hát ő mondta, hogy ő nem ezért jött, mert ő ehhoz ért, hogy aha, ő masszőr, de ő nem egy Jumejho masszőrnő, és mondta, hogy nem aha, ezért végezte el az iskolát. Nem úgy van, hogy még van extra rá, egy mit én tízest rádobsz, akkor van egyéb is, és még bent is akarták tartani a házban. Szerintem ez a Russell Brand nem ennyire hülye. Tehát, hogy ő valószínűleg nem dob ilyen magas labdát senkinek. És hogyha... hívott előtte? Hát pont ez a szint, amikor azt gondolod, hogy már mindent megtehetsz. Szerintem pont ezek a zenészek, humoristák, tudod? Fordulát. Hát de hogy fordulát, amikor már minden megtetszett, ő biztos masszőrnő, ám masszőrnő az azt jelenti, hogy figye, ha ő egy jó masszást, csúszka masszást, vagy bármilyen ilyen jellegű, hogy hívják ott, ilyen lingamot, vagy akármit akar, akkor ő szépen elmegy oda, ahol ilyen szolgáltatást nyújtanak neki, nem a saját kecójában egy egyébként teljesen normális hétköznapi masszőrnőt vesz rá arra, hogy hát lehet, hogy eddig... Ugye ez az izgalmas, hogy... Lehet, hogy eddig is használta ezt a masszőr szolgáltatást, ami túlmutat a masszázson, és otthon, mert van nyilván olyan is, tehát nem csak te tudsz elmenni lingamozni, hanem hozzád is eljönnek, és a te lingamoddal megy a sztori, és itt valószínűleg ő elnézte, tehát ez egy klasszikus masszázs volt, és azt gondolta, hogy, hogy van ilyen is. Hát bent. Vagy túl jó masszázs volt. És azt tehát, hogy megmasszíroztatta magát, és azt mondta, hogy nem mehetünk. Nagyon jó volt, tehát hogy kellene felfogni a lánynak úgy, hogy ez az egy elismerés volt. A Russell részéről. Hogy ilyen jó masszázs hát kapott? Ennyi. Ilyen jó masszázs kapott, hogy beindult tőle a Russell. Sőt, még a felesége is. És egy kicsit a kutyájuk, az aranyhalak. Meddig tartották bezárva azt a lányt? Vagy hogy mit akartak tőle? Azt nem szorul az? Amíg az ajtóig elértek, gondolom. Tehát én nem tudom, ez nekem egy kicsit olyan fura ez a történet. De most miért csinálná azt egy magyar masszörlány, hogy híres legyen? Hát azért vagy volt pénzért? Már a múltban egyszer-kétszer, hogy állítottak ki ilyet-olyat egyébként magyar modellek, meg magyar kevésbé ismert, de ismerté válni akaró hölgyek, hogy ezzel voltak, azzal voltak, ezzel fotózkodtak, azzal fotózkodtak, mintha történt volna valami, de aztán kiderült, hogy végül is nem történt semmi. Az a bajom, hogy ezt marha nehéz bizonyítani. Tehát ott álltak a bíróság előtt a magyar masszörlány, B. Russell. Meg a csaj. Meg a csaja, a Russell. Ja, meg a Russell csaja. A magyar masszőrlány azt mondta, hogy engem be akartak zárni, és akármire akartak kényszeríteni. Russell és a csaja meg azt mondja, hogy nem, mi nem zártuk be. Most na, itt hova most mész? Hát ez így nehéz. Így nehéz, mert ugye nem jutottak el odáig, hogy mondjuk erőszakoskodás legyen, tehát nincs külsérelmi nyom, akkor azért marha nehéz bármit is bizonyítani. Ketten nem? Egy ellen. Igen, és ráadásul ők vannak ketten. És több a pénz. És ismerik is egymást viszonylag igen. Jó. Igen. Ez a nehéz ügy. Igen. Na mindegy, csak olvasom, hogy most is címlapon van. Na majd elolvasom, hogy mi van. Mi van benne? Mi volt tegnap a játékban? 1-0-ra vezetünk. Elhúztunk? Játszottam, igen, és egy jó kis játék volt. Jó, ám nem hosszú. Ennyi. 1-0 miénk. Ha Marki mondta a játékos, nem is emlékszem, igen? Uh-huh. Hát igen, a 20. másodperc környékén. Az nem. Figyelj, múltan elvesztettük a 3-2-re, az nem volt egy nagyon nagy veszteség, de azért 3-2, és akkor most ezen a héten megint mi vagyunk. Aha. Szerintem. Jó, igen, hoznunk kell. Azt mondja, hogy én is szoktam ilyen rágosat álmodni, és öklendezésig kapargatom a torkomból, írja egy hallgató. Jó, hát lehet, ez egy ilyen közös álom, igen. Tilosan olyan zene megy, hogy betojtok, írja. Akkor? Írd meg, hogy milyen. Szívesen meghallgatjuk. Jani mesztelenül az oktogonon, örülj neki, hogy kijöttél a sötét zárt szobából. Egyébként tényleg. Micsoda ez mi? Hogy? Hát ugye a sötét zárt szobában is szoktam időnként álmodni, tehát ha nem tudok kijutni abból a kellemetlen szituációból, hát most kijutottam. Igen. Csak éppen mesztelenül. Én azt álmodtam, hogy beszélgetünk a haverokkal, Balázs meg ott el velünk szemben, és rágózik ezerrel, és meg sem szól. Na ez lenne nagy királya valaki, ez tényleg álmodnál. Az egyébként mi ennyi, mennyire? Mennyire ja, durva. Hát a srác, marhára örültünk neki, hát mégiscsak ismerjük, hallgatjuk. Ott állt a Balázs. Meg se tud szólalni. És végig csak rá. Azt álmodtam, hogy a Balázs ott rá, és húzogatott valamit a szájába, és mondta, hogy jól vagy, szólalj már meg, mondj valamit.
Igen, ez az egyás álmaiban való szereplés, ezt már fejtegettük, igen. Tavaly két hétig foggal álmodtam, ami nem jót jelent. Nem sokára a lányom egy hónapi kórházba került. Mit jelent foggal álmodni, hogy mindig fogakat látsz, hogy fogak üldöznek? Szereted a Werner regényeket. Jön egy fog melletted. Véli fog, igen. Igen. Berény Mikit megátkozott, mert négernek álmodtad egyszer, írja Macika. Tényleg volt olyan egyébként. Igen. Itt van, látod? Jani álma szerintem a szülőcsatorna élményt ismétli újra. Aha. Ez a sötét szoba. Ez a szülőcsatorna. Hát szép tágas, világos szülőcsatornám volt ezek szerint. Nem az oktogon, a sötét szoba. Ja, a sötét szoba? De igen. Az például mit? Tehát neki de trauma volt a születés? Az minden gyereknek trauma. Aha. Ez a legnagyobb trauma. És nagyon sok minden. Nem tudta feldolgozni még? Az senki se tudja. De akkor ő miért álmodik? Én meg miért nem álmodok szülőcsatornása? Te is álmos, csak te nem emlékszel rá, mert... Mert túl mittas vagyok, világos. De nem tudom, akkor nem tudom, hogy melyikünk jár jobban, szerintem én. Hát egyébként az, aki nem álmodik, persze. Azt mondja, hogy Balázs, légy, olvasd be, megyünk vizsgázni Pestre, és akinél vizsgázunk, nem tudjuk a telefonszámát, és nagyon el vagyunk késve. Akihez megyünk, ő pedig minden reggel benneteket hallgat, üzenem neki, hogy csörögjön már ránk, köszi. Milyen vizsga? Igen, nincs túl sok info. Hogy hívják a vizsga, biztos? Igen. Azért jó lenne tudni. A milyen vizsga, szerintem az már nagy előrelépés lenne ebben a témában. Igen. Mindenki, akihez vizsgázni mennek, most egy picit késni fog. Igen, csörögjön. Hívja fel ezt, akit vár vizsgálni. Ha megvan a telefonszáma, ha nincs, üzenjen rajtunk keresztül neki nyugodtan. Igen. Ez az idő a chemtrail miatt van. Köszönjük. Aha, szépen. Én nem látom egy csíkot sem. Álmokra inkább. Mostanában nem csíkoznak. Most az álom egyébként a rágós kör úgy lenne teljes, ahogy írja az egyik hallgató, hogy álmomban óriási gusztustalan rágó voltam. Igen. És egy szájból húztak ki végig. Igen. Na jól van, oké, lehet jelentkezni játékra. Jó, SMS számunkat mindenki tudja. Harcoskodni lehet egészen nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 7 perc múlva lesz, pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Nem jár a 4-es, 6-os villamos az Oktogontól Buda felé, elvétve villamospótló busz előfordul. Puszi manka. Janit nézik mesztelenül. Igen. Ja, igen, tényleg ott van kint az asztrál teste. Mindenki leszállt az Oktogonnál, hogy nézzen téged. Csak mondom, hogy ne nagyon küldjetek ilyen névnapos, meg születésnapos SMS-eket, életem szerelme, egérke, nyuszika, patkányka, galambka, szajkóka, meg stb., mert hogy nem fogom beolvasni. Ez az oka. Jó, semmi. Igen, értjük, te pazarold az SMS-t. Ez 10 óra után a Csabi műsor erről szól. Így tudod, van. Ha egyet beolvasok, jön még 100, ha 100-at beolvasok, 1000 megsértődik, hogy miért nem. Ebből egyébként nagyon sok jön minden nap. De nem azért nem olvasom be, mert ilyen szigorú vagyok, hanem mert elmenne az egész műsor, hogy üzenem Jocinak, hogy itt hagyta a sluszkulcsát, meg üzenem, hogy szeretem, meg tegnap kicsit összevesztünk, ma szeretnék vele kibékülni, és adjátok le a nem tudom mit. Tehát nincs, ilyen személyes üzenetek nincsenek. Csak mondom, nem érdemes erre elkölteni, mert most is jött jó néhány. Ha egyszer egybe van olvasva, akkor utána többit is ugyanúgy be kéne olvasnunk, mert így lenne fair, és onnantól kezdve gyakorlatilag átszakadna a gát. Igen. Senkinek nem mondunk igent is, hogy azért később ne kelljen senkinek nemet mondani. Igen, névnap, szülinap, szerelmes, üzenetes, kibékülős, ez nem nagyon. Nem azért, nagyon mert irigyek vagyunk a boldogságotokra. Dehogy nem. Hát majd picit ez is benne van nyilván. Igen. Na megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló! Jó reggelt, sziasztok, Beáta vagyok. Szia! Ó, de kis félénk vagy, mintha a híreket hallanánk. Hello, Beáta! Sziasztok! Hello! Mi újság van? Semmi különös. Errefelé jó idő van, nem esett az eső. Az merre van az errefelé? Pécs. Oh. Az SMS-ed az olyan durván arcoskodó, ehhez képest a hangon. Uh-huh. Félve küldted el az SMS-t? Nem. Nem, csak nem számítottam rá, hogy sikerül bejutnom. Aha. Ja. Hát látod, milyen nagy csoda ez. Mit csinálsz, Beáta? Mivel foglalkozol? Csiklóernyőket zsinorozok, csomagolok.
Hoppá! Felelősségteljes meló. Igen. Ugye? Igen, ott azért nem ártuk ki egyensúlyozottság. De már te kötöd össze az utast az Ergyővel, vagy csak becsomagolod a csomagolást, és azt bezsinórozod? Összezsinórozom, és utána csomagolom. Fúha. Na jól van, kivel szeretné játszani be a... A Janit. Janit, jó, jó, jó. Indítjuk az órát, jó? Jó, ne esd már nekem ennyire légy. Igen, tényleg egy kicsit lenyelj mellé, már ne legyen ennyire durva be. Indítjuk az órát, jó? 3-2-1, és tessék. Jó reggelt, szia Janit. Jó reggelt, szia. Beáta, Beáta. Ugye a te munkád egy felelősségteljes meló. Az. Kérdezhetek? Ja, persze, kérdezz. Én is szerettem volna. Lehetek én az első? Parancsolj. Mára is vettél túró, Rudi? Vettem. Bent van a hűtőbe. Ugyanaz a márka, amit szoktam egyébként is vásárolni. Nagyon szeretem. Te szereted a Rudit? Szeretem. Uh-huh. Minden nap eszel túró, Rudit? Parancsolsz? Minden nap eszel túró, Rudit? Előszeretettel fogyasztok a hét minden napján túró, Rudit. Jól hallasz. És te minden nap zsinórozol siklóernyőket? Hétfőtől péntekig. Uh-huh. Napi 8 órában? Abban. Uh-huh. Jól hallasz. Tökéletesen. Jó kis beszélgetés ez a mostani, úgy érzem. Mióta vagy édességimádó? Amiatt az eszemet tudom. Hú, de jó, hogy vége. Hú, gyerekek, ilyen hosszú egy percet. Szerintem sose telik le. Tegnap álmodtál valamire? Már vége, be a vége, letelt az egy perc. Megvan az ajándékcsomag. Csak szabaduljunk. Ahon még lett volna egy kérdés. Á, nem? Azt már sose tudjuk meg. Nem baj. Azt nem baj. És akkor... Nem. Nem. Sajnos. Leám, bizony. Csak úgy elhussant rohant, neked, rohant mi? Rohant az idő. Én nagyon örülök neki egyébként, hogy nem Csillcsap Szeleburdi a kapkodós. Azt a mindenit. Izgága emberek zsinórozzák azokat az ernyőket. Megittem a teámat, megettem egy baránt, elolvastam 4 cikket, átnéztem az adásmenetet, elküldtem 3 SMS-t, és még mindig tartott az 1 perc. Hú. Bea, hát te hasítottál. Jó volt. Köszönöm. És cserébe kérhetek valamit. Ó, hát ezen kívül nem még mit adhatnánk. Nem lenne nagy kérés. Csak amikor visszaszámoltok, mondjátok a Fire-t, lejátszanátok nekem a scootertől a Fire-t. Nem. Nagyon szépen kérem. Igazán nincs. Ja, azt hittem azt mondani, nagyon szépen köszönöm. Biztos nem. Csabinál esetleg. A válaszom egy határozott nem. Ez nem volt jó válasz. Ez tudom. A tiltott szó, ezt nem szabad kimondani. Igen, azt nem. Figyelj, a Csabinál tudsz dalt kérni, mi nem nagyon szoktunk hallgatni. Pont erről beszéltem az eredményen, nem nagyon szoktunk. Mint a igen. Szülinapi, névnapi SMS-ek be nem olvasása. Gondold el, mi lenne, itt mindenki 6-tól 10-ig számokat nem kérne. Nem mindenki, csak én szeretném. Igen, a válaszom egy határozott nem. Na így meg ráadásul még kellemetlen is lenne, ha más nem akarja azt a számot, csak te. Küldök neked túró, Rubi. Na, ne csinálj. Az se. Hát nem. Mit szeretnél tudod... akkor cserébe? Hát egy csúszkamasszást. Jó, gyere Pécsre. Persze. Hát végül is, hogyha azt is ilyen lassan, komótosan csinálod, akkor nem lehet rossz. Azt gondolom, hogy abban lenne, abban van a vitamin. Jól van, Bea. Jó munkához idő kell, tudod. Az is igaz. Na, figyelj be, elküldjük neked, mi küldünk neked, te ne küldj nekünk semmit, mi küldünk neked egy ajándékcsomagot. Jó, mit szólsz hozzá? Nagyon szépen köszönöm. Jó. Jó, rendben. Na. További szép napot. Nem menj lesz. Még. Nem menj még, maradj. Még meg a reggelt. Igen, köszi be. Szia. Szia. Jó, sziasztok, hello. Hello. Úristen, megölöm magam. Jól van, na. Sokat válogattál? Na, kész is az aludtejem. Hát nem a szíve fogja elvinni, az biztos. Hát nem. De figyelj, ez a munkához, ez kell. Mert milyen, melyik ez? Hát a... Ejtőernyük. Hát ott semmi kapkodás. Ott nem lehet. Ott nincs kapkodás. Kár majd, mely vonatom? Kész. Ott tehát így nem lehet. Nem, hát ott valamit elkötsz véletlenül, utána emberek százai sikítanak föl majd a kanyon fölött, mikor zuhanni kezdenek a siklóernyővel. Tehát nem, ott nem lehet kapkodni. Na jó, meghallgatjuk a híreket, jó? Jó. Jó. Aztán jövünk a hírek után, 7 óra van, pontosan. Csap feled, hangzik a szád, a zuhany alatt majd...
Time. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 14 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Nehezen dolgozott fel a játékod, mi? Nem, már túl vagyok rajta. Egy koffein injekció nagyon sokan segít amúgy intravénáson. Most hétvégén valaki azt mondja, menjünk siklóernyőzni, lehet, hogy azért azt kicsit átgondolnám, hogy megkérdezem, hogy kikötötte az ernyőt, de utána mennék, csak azért futnék egy kört, hogy biztos? Figyelj, Beáta... Tudunk valamit az ernyő készítéséről? Beáta a temperamentuma szerintem a titka annak, hogy minden egyes ernyő biztonságos legyen. Az biztos. Ott nincs hiba. Ott át van nézve minden. Az biztos. Igen. Igen. Hebrencskedés, kapkodás. Hagyjál már! Ők nem tesók, ketten? Ha. Simán ja, előfordulhat egyébként. Nem a húga játszott. Ahhoz, hogy egyébként egy kicsit felpörögjön az ember, mert jó kedvel, ilyen tényleg csak ki kell mennie. Mondjuk nekem nagyon jó kedvem lett, én kimentem, és egy könycsepet rögtön elmosoltam, mert annyira szép idő van kint, hogy az van, hogy hihetetlen. De ez már megsíratott? És ehhez komolyan mondom, meghatott, hogy mennyire szép idő van, és annyira örülök már neki. Ehhez képest, amikor ránézek itt a televízió képernyőjére, ami itt van nálunk bent a stúdióban, és akkor jön az özönvíz, a sártenger, a nem tudom mi, már riogatnak. Ne riogassanak. Nem, ez a múlt. Ez a múlt. Nem előre. Nálam egyet kereskedem, volt egy reggeli műsor, és ott a múltat mutatja. Volt egy felirat, ami jövő időben volt megfogalmazva, viszonylag jól tudom. Aha. Ja, hogy ilyen ezeket is a dolgokat értelmezni. Ez a múlt, de lesz ilyen megint. Mondjuk hála Istennek elég messze vagyunk Bulgáriától, ahonnan tegnap olyan felvételeket küldtek, láttunk a tévében, hogy hát az tényleg nagyon durva volt. Ilyen 5-6 méter magas vízoszlopok, a házak második emeletére menekültek az emberek, onnan hívtak segítséget, fú, borzasztó volt. Hál' Istennek nálunk ilyen nincsen. Ne is legyen. De Lajos örül úgy, hogy az jó. Jó Lajos kedve. Mindig boldog egyébként. A 2 forintos gázolaj emelést miért kell beolvasni, kérdezi Janika? Nem tudom. Hát az is. Tudjuk. Az is. Hát hogy számíts rá, ha mész és veszel. Így van. Ez a hogy tudod, hogy 2 forinton terület a gázolaj. Ennyi. M6-os 50-es kilométernél trafi Pest felé 24 órás futár Pisti küldte ezt nekünk. Lőrincin, ez Lőrincin lehet? Igen, biztos. Lőrincin az M1-es bekötőjénél mérnek. Vigyázzatok, ezt Töki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Robert Károly körút és a Leerút kereszteződésénél nem működnek a lámpák, rendőrök sehol, üzeni Gábor. A Lajos Mizsai vonat ma is 10 percet késik, pedig most nem is esik, írja nekünk Ari. Ari gondolja arra, hogy fél órát is késhetne. Ahhoz képest, van. Ugye? Legyen nagyon pozitív. Gyerekek. Lehet, hogy falevelet fújt a sínre a szél. Mindig van valami, ami a mávot zavarja. Most mi van? Most nem tudjuk, hogy mi van. Most csak egy sima 10 perc késés. Szinte semmi. Volt ami cikk az interneten, nem is tudom, talán az Index hozta le egy pár nappal ezelőtt, hogy az elmúlt, nem tudom, x hónap vagy x évben 27 évet késtek összesen a vonatok. És levezették, hogy ugye hány perc kés, és melyik vonalon, hogy kiszámoltak, és 27 év adódott össze. Az elmúlt, hány évet mennek? Ez elmúlt, mit tudom, egy évben, aha, vagy az elmúlt, mit tudom, két évben, tehát nem egy hatalmas időintervallumot nézett a cikk, hanem megnézték, hogy mit tudom, egy év alatt az összes vonal, annyi késés, vagy két év alatt, megkeresem a cikket, 27 évet késett a MÁV. Na jó, de lehet, hogy ez az egy év alatt, ha összeadod egyébként a menő vonatokat, akkor az 4000 év. Ahhoz képest a 27 év nem sok. Ja, értem, tehát, tehát az összóra számot, igen, amit mennek, ha kijön az a 4000 év, és ahhoz képest a 20, az mondjuk relatív, igen. Hát igen, de ahhoz képest mondjuk, hogy de valószínűleg... Mi az pontosan jönne, képzeld el. Japánban 27 évet, amióta lerakták az első simpárt. Azt mondom, a szamurájok kihaltak, igen. Ennyi, csihú, érted, lerakták az első párt. Oda szépen felcsavarozták, vagy szögelték, vagy mit tudom, hát azóta nem késett szerintem annyit 27 éve. Hát ott a tömeges öngyilkosságot végezne magánál a vezetőség. Közlekedési miniszter lemondott, mert kettő perc. Szerintem az legenda. Én is ismerem ezt a sztorit, hogy Japánban a közlekedési miniszter lemond, mert a nem tudom, egy percet késett. Én el tudom. Honsú szigetéről induló vonat Tokióba, Shihu, kettő perc. Csak a közlekedési banális dolgok, kettő percet késett, ezért lemondott. És sajtótájékoztatón biztos, hogy elsírta magát. Hát a mucort a fejére, és lehet, hogy a hasát is felvágta volna, hogyha igen, nem akadályozzák meg. Kinyitotta a kis dobozkát, ott volt egy kés, igen, uh-huh, letérdelt, igen, elmondta a szamurájok imáját, majd hason szúrta magát, persze. És kiúzta a beleit.
Az biztos, hogy ott nagyon nagy dolognak számít, ha mondjuk 2 percet késik, ott nem ismerik. Ott nincs ilyen. Ott nincs ilyen. Hát nincs, ilyen. Nincs. Ahogy az amerikaiak nem ismerik a hosszabbítást, és nem szeretik az európai sportokat a hosszabbításban, és nem is értik, valamit lefújnak, annak vége. Így a japánok nem értik a késés fogalmát. Tehát nincs ilyen késés. Hát itt viszont van. Hát van. Na, tessék. Szekalom belterületén a 47-es út Békéscsabai felüli szakaszán drága fotókat készítenek éberék. Ó, de szép megfogalmazás. Speedy küldte nekünk, és még mindig nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogontól Buda felé. Na, egy-két hozzászólás még a játékhoz, hát csiklóernyőzni nem fogok, az biztos, hír a Yeti. Inkább belehajtok egy betonfalba, csak még egy percig tartsod. Gyerekek, kicsit lassabb volt, nincs ezzel baj. A jó munkához idő kell, a rossz az még több. Bali a helyetben nem csiklóernyőznék. Ezt Szeki küldte nekünk, köszönjük szépen. Elképzeltem a csajt, ahogy csapatja a skúterra. Egyébként igen. De mi szóba jött az, vagy... Hát, igen, hogy szeretne egyet, egy skúter számolni. Ja, én azt nem is értettem, hogy mit kért, csak azt. Arra koncentráltam, hogy nagyon határozottan tudja majd a nemet mondani. Ő skúter dalt kért. Az meg volt, határozott voltál a nemben, de ő akart egy skúter dalt kérni, hogy kicsit fölpörögjenek. Egy komoly szeletelésbe akart belemenni itt korán reggel, kedden. Hát, ő lehet, hogy ettől pörög. Egy jó skútertől. Mindig elképzelem ilyenkor az ilyen típusú karaktereket, hogy milyenek lehetnek, amikor mérgesek, milyenek lehetnek, amikor sietnek való, milyenek lehetnek, amikor kiabálnak, milyenek lehetnek, amikor szexelnek. Nem gondolsz ebbe így bele? Ilyenkor, hogy hallasz egy ilyen karaktert, hogy milyen lehet? Hát milyen lehet, amikor ideges, amikor mérges? Amikor mérges, amikor tombol. Amikor ki kell magából, és üvöl, de úgy üvöl. Én biztos biztos vagyok benne, hogy legalább egy papírszalvetés összegyűrödik meg ilyenek. Tehát, hogy ott aztán van tombolás. Igen. De miért most a kettő közül melyik a jobb? Tehát, hogy micsoda? A veszekedős típusok közül. Hát van az a veszekedős típus, aki valószínűleg olyan, mint Beáta, hogy egy picit ilyen. Tehát, hogy gyakorlatilag észre se veszed, hogy mi a különbség a közt, amikor veszekszik, amikor nem veszekszik. Vagy te inkább ezt a mediterrán típus szeretnél, aki elkezd csaprakodni, aprítja a konyha bútort, összetöri az összes poharat, tányért, és abban van a vitamin. A szomszédok egyel arrébb költöznek. Hát abban van a lendület, persze, hát egy ilyen hal, most nem beáról beszélünk, de alapjából egy halvérű nő mellett élni, az maga az öngyilkosság. Az elmúlás és a halál, persze. Szexnél hát az a jó. Hát az a te állat. Durvábban, jaj, de durva. Jó. Tehát az a jó, ha ilyen. Az a jó, ha van benne lendület. Kis temperamentum, veszekedés, fent-lent, hát ez tök unalmas, egy síkúság, hát annál szerintem nincs unalmasabb, leglehangolóbb, aki ugyanúgy veszekszik, ugyanúgy nevet, beállítod a sarokba, ott is jó neki, ha kihívod a sarokból, annak is nagyon örül, ha visszaküldön, annak még jobban, hát ez tök unalom. Hát kell, hogy legyen valami tűz, az emberben, hát igen, nem? Igen. De jó van, bemegyek a sarokba, jó van, kijövök a sarok, mit szeretnél, amit te, mi a kedvenc filmed, ami neked, és mit csináljunk, amit te szeretnél, hát milyen gyorsan mondja. Megbolondulnék. De most tényleg nem a játékosunkról beszélünk, mert nem ismerjük őt, hanem az ilyen típusú nő. De mi van akkor, hogyha pont az ellenkezőjét mondja? Mit szeretnél lenni? Amit rántott hús szeretnék enni, petrezselymes krumplit, de én nem, az engem nem érdekel. Az jó, de te bajod szívem. Van egy ilyen csendes gyilkosság, az jó. Fordulj meg, nem fordulok. Igen, mit szeretnél lenni? Mindegy, csak ne azt, amit te. Te balek, mit szeretnél nézni? Mindegy, csak ne azt, amit te. Az is egyébként jó. Mondjátok meg nekem, hogy van az, hogy... Hol vagyok? Vagyok-e? Vagy hol vagyok? Vagy mi van most? Vagy hol vagyok? Vagy tényleg mi van? Miért tartja titokban egy légitársaság, ha történik valami incidens a gépén? Egy cikk elárulni. De mit? Már mi? Az attól függ, elfogyott az ice tea? Vagy milyen incidensre gondolsz? Összeverekedtek a... Nem, arra gondolok, hogy ugye most 2 héttel vagy 3 héttel az eset után derült ki egyébként, hogy teljesen ártatlanul, amiről egy légitársaság effektíve nem is tehet, a vízer egyik járata ugye turbulenciába került. És kicsit nagyobb turbulencia volt, mert hogy a gép oldalra dőlt, elkezdett zuhanni, tehát nagyobb történet, mint hogy most kicsit rázott. Berlinbe indult és Prágában szállt le, kicsit megfordította. Picit fordított rajta, Budapest Frankfurtot repült, azt hiszem, és egy elég komoly turbulenciába került, nagyon komolyat vesztett a magasságából, az utasok néhány meg is sérült, el kellett látni a frankfurti reptéren, két stewardess nem is tudta folytatni a munkáját, tehát kevesebb stewardess jött vissza, mert két stewardess komolyabban megsérült.
Tehát egy nagyobb zuhanásról, aha, nagyobb turbulenciáról van szó, nem arról, amikor kicsit berázt, tudod, és előtted a kocsonyás puding, kicsit így beremeg. Tehát, hogy ádények repültek, csapkodtak, fölment minden a mennyezetre, tehát egy elég komoly, elég komoly. Ádények is. Minden tájegységbe megszólítom a hallgatókat, hogy szeressenek minket, hát az edények, ádények is. Hagyja, vigyázzom mindenkit, ádények is repülnek. Ádények is repültek. És hogy... Egyébként ez július 19-én történt, és csak azért hozott le a vizer egy közlemény, mi is szerettük volna őket megszólaltatni, egyébként nem nyilatkoznak. De nem azért, mert hogy ezzel bármiféle baj van, mert nyilván erről egy légitársaság nem tehet, hát turbulencia az van. Tehát az nem attól függ, hogy most melyik légitársaság hoppá, jó, vagy melyik nem. Hoppá, turbulencia, akkor egy kicsit kimegyünk a légifolyosóból jobbra, tehát ez nem így megy. Igen. Ők nagyon szépen megköszönték az interjú lehetőséget, amivel nem kívánnak élni. Azt mondták, hogy egy nyilatkozatukat használjuk egészen nyugodtan. És van egy airportal.hu, akik egyébként lehozták ezt a turbulenciát, és csak ezután reagált erre a vizer, ahol egyébként a balesetnek 4 sérültje is volt. Hogy ez miért titok? Hogy ez miért nem? De ez nem presztízsveszteség. Vagy volt egy másik, amit szintén ez a cikk ír, hogy volt egy római leszállás, amikor Rómában, amikor a baloldali főfutó nem nyílt ki. És akkor sem számolt be a légitársaság egyébként a balesetről, csak a kényszerleszállás és a biztonságos landolást említették. Tehát nem mondják meg az okot. Nyilván ez presztízsveszteség lehet a légitársaság. Hát azért... A turbulencia semmiféleképpen nem. Ugye, azt nem az egy sima, ugyanolyan közlekedési helyzet, csak a levegőben van, mint amikor valaki dur defektet kap, és nehéz megállni az autóval. Tehát mész a pályán 130-al, van egy első vagy hátsó dur defektet, akkor azt nehéz korrigálni. Tehát az is egy vészhelyzet. Ez is egy olyan vészhelyzet volt, de hát arról se ír a híradó, vagy arról se ír az újság, hogy úristen, ma Kovács Géza jobb első durdefektel állt. Igen, vagy vészfékezett egy autóbusz, egy menetrendszerítő járat, és akkor ketten elestek, mert nem kapaszkodtak rendesen, és akkor megütötték magukat. Szerintem egyébként, amikor ilyen sérülés történik egy ilyen gépen, akkor utána van egy belső vizsgálat. Valószínűleg a belső vizsgálat megállapította, hogy a személyzet semmilyen szinten nem hibázott, ezek olyan légköri jelenségek voltak, amik számukra kiküszöbölhetetlenek voltak, és ezért a betegeket ellátták. Valószínűleg ők sem akartak panaszt tenni, tehát hogy ők sem éltek semmiféle joggal, nem akartak perelni, nem akartak ebből semmiféle problémát csinálni, és talán ezért. A római sztori szerintem ugyanez, hogyha ráadásul azt kiadták, hogy volt egy kis vészhelyzet, megoldottunk, landoltunk, akkor elárultak mindent vele, amit tudni kell nekem utasnak, nem? Ugye, állítok, a vizes csak egy szabványlevelet küldött, válaszul arra, hogy miért nem, tehát, hogy miért nem adnak ki közleményt a balesetről. Felhívják a figyelmet, ez egy utas mondja, a biztonsági övek állandó használatára, tehát ezt kapták az utasok, ezért ez elég érdekes. Egyébként is a levélíró azt mondja, hogy a Német Szövetségi Légijármű Baleset Igazgatóságának is írt, aki viszont arról tájékoztattak őket, hogy a balesetek 4 sérültje volt. Várjál, most ez a biztonságjövés történet, akkor ez arról szól, hogy akik megsérültek, nem kötötték be magukat? Nem feltétlen, csak hogy ezt küldte a vizer. Hogy mindig legyen bekötve az övet. Ennyi. Ja. Igen. Hát azt mondjátok már meg nekem, hogy az hogy van, hogy az utasokra rászólnak, hogy kössék be az övet, azt csúvik meg ott közben rohangálnak. Ez hogy van? Ezt én sose értem. Mert nem tudja kivinni a kávét neked. Na, én értem, tehát baromi durva a helyzet, míg kössék be, mert mindjárt meghalunk. Fölvillan a lámpa, ők meg vidáman tologatják ezt a kocsit, meg jönnek, mennek. Hát most akkor hogy van ez? Tök jó kesés technikából, vagy nem tudom. Hát, hogy így... Nem fura? De, mindig ezen ülök a gép, és azon gondolom, hogy bekötöttem magam, oké, és ott 6 ember ott rohangált körülöttem, rohadt nagy turbulencia van. Állítok, ezen a gépen egyébként akkora volt, hogy maga, amit toltak az edény, az felcsapódott a mennyezetre. Ugye neked is azért kell bekötnöd magad, mert ha a gép hirtelen süllyed, akkor ugye te a nehézségi erő miatt felvágódsz a mennyezetre. Ami tök fura, hogy ott ülsz és bekötöd magad, azt gondolod, hogy ha lezuhansz, akkor úgyse nagyon segít a biztonsági jobb. Igen ám, csak tud akkorát esni hirtelen, hogy te ugye abban a pillanatban felcsapódjál a tetőre, ezt eltöröd mondjuk a nyakadat, vagy valamelyik csigolyádat. Hát és ők vidáman tologatják ezt a kocsit közben. Hát mert vissza kell, de lehet, hogy még vissza akarták tolni. Tehát pont a kiszolgálás közben voltak ajánlott. A duty free-be tolták a parkot, meg fizetni, kérjük a pontos összeget, készítse elő. Ha vásárolni akar, vitték vissza, és akkor zuhant a gép. Mondjuk a Feriről el tudom képzelni, hogy meglátja, hogy fönn van a plafonon az ebédje. Hoppá, az ebédem, és kinyitja a biztonságért, hogy ő is föl tudjon menni. Azt leszeded. Szóval, hogy valószínűleg ez lehetett a dolog. Én nem tudom, hogy kellene nekik ennél bővebben magyarázkodni. Kell, mint hogy volt egy ilyen eset, kiadtuk a közleményt. De nem ők, a két héttel a dolog után adták ki a közleményt, amikor az airportal.hu elkezdett kérdezősködni. Tehát, hogy nem is volt erről semmilyen
Semmilyen közlemény. De ez nem titok, nem? Nem, hát. Ettől én ugyanúgy repülök Fapadossal. Hát meg igen, tehát hogy a repülésettől nem lesz kevésbé veszélyes, vagy veszély, de egyébként meg ráadásul egy statisztikák alapján nem is egy veszélyes meg ez nem is Fapados kérdés egyébként. Nem, hát ez nem csak a Fapados, nem, hát persze. Az nem a Fapadost keresi, tehát hogy itt még az se fontos, hogy Fapadossal voltál, vagy egy nemzeti régi járata. Ugyanúgy van, persze. Azt gondolkozom, jobb, ha tudom, vagy jobb, ha nem tudom. Lehet, hogy jobb, ha nem tudom egyébként. Hogy? Hát van ilyen, tudod, nyugodtabban utazom. Hát, de akkor ne nézzük meg egyetlen airport filmet sem. Nem, nem is tehát, nézek. Igen, mondjuk nem is, hogy miről szólnak azok a filmek. Pont tegnap néztem egy ilyen katasztrófás, ez lezuhanós, ezt a Liam Neesonnak van valami ilyen... Ami a feléig nagyon jó, aztán nagyon rossz. A Non-Stop, igen, egy új Liam Neeson film. Bali videótékája. Fölkerült a Winchesteremre. Én nem is értem, hogy... De komolyan, valahogy le kéne zárni rá. Fura dolgok, lerakom a Winchestert az asztalra, berakom nyitva hagyom, és bekapcsolom, bedugom a tévébe, és ott van rajta megint egy film. Hát, komolyan, nem tudom, mi történik. Ott arról szól, hogy egy légimarsalt játszik egyébként, és üzengetnek neki. És a repülőn ül az eltérítő, és akkor egy helyszínen játszódik a repülő. Maga az a helyszínen, ahol játszódik az egész, és akkor hogy irányítja ott a dolgokat. És aztán kiderül, hogy a kertész a gyilkos. Igen. Nem, a horgász. Igen, a horgász a Donald mellett elmennek, miközben keresik az elszabadult póni. Még a pilóta egyébként szerintetek bemondja, vagy sosem mondja be, hogy ő de tudja, hogy mekkora turbulencia lesz? Hát akkor jön, hogy kigyullad a kis piros tabló, így hívják, hogy kösd be az övedet, mert ő már látja, hogy olyan az időjárási. Az oké, de sosem mondja be, hogy na ez most kemény lesz. Aha. Hát azt nem lehet, hogy azt nem tudja. De jó, mondjuk azért az mókás is lenne. Igen. Hoppácska! Na srácok, most csapatunk, szóltam. De hogy miért nem? Hogy ő nem, a pilóta, ő magában nem tudja, hogy mekkora turbulenciában repül. Én most kapaszkodnék. Azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, hát a turbulens légtéren repülünk át, lesz némi rászkódás. Ez most egy picit durvább lesz, kapaszkodjanak, én is be vagyok tojva, de hát most már nincs mit tenni, igen. Ebbe belerepülünk. Ha az első pilóta már, vagy az első tisztem itt zokog a sarokban, ő nem bírja a feszültség. Szerintem is benyomva marad a gép, te Józsi, tudod, az miért villog az a... Most jöttem haza, Major. Az most kontaktos, vagy tényleg nincs üzemanyagunk? Jöttem haza Majorkáról, pont egy Fapadossal, és kijött a pilóta. Az egy nagyon kis sziget Major mellett? Igen. Igen. Majorba is elmentünk, és átmentünk Majorkára. És kijött a pilóta, és elmondta nagy arcot, hogy rosszul van a spanyol légi. Már mi repülés közben hátrajött. És így elmondta, hogy hát, kérdezte a kormányt is. Hát egyébként simálhat, kijönnek vécére. Igen, hátrajön, dumágat így. Hát simálhat. Hát egyrészt ott a másodtiszt, ugyanúgy repül meg, ott a robotpilóta, hogy kijönnek, igen. Meg kajálnak. Nem, még állt... Ezt még hallgassák meg. Ja, másodtiszt vagy. Álltunk a gépen a képfutón egy 20 perc, és kijött a pilóta, elvett a stewardesstől a kis mikrofon, vagy a telefon, és elmondta, hogy rosszul van ettől a spanyol légi személyzettől, rohadt lassúak, rohadt lusták, egyébként nem is dolgoznak rendesen, még egy órát itt fogunk állni, egyenek, igyanak, érezzék jól magukat, innen most még sehova nem megyünk. És ezt stewardessek is nagyon örültek neki, mert állítólag ilyet a pilóták ritkán csinálnak, hogy maga a pilóta mondja el, hogy ilyen ember ilyen? Hogy rohadt lusták a spanyolok, és ugye ez a Majorka a legrosszabb reptere az egész spanyol legi kikötőknek, készüljünk föl, még egy órát itt fogunk áldogálni, együnk, ígyunk, nyugodtan érezzük jól magunkat. Bekapcsol valami zenét. Ez tök őszinte. Mondjuk fönt, hogy a levegőbe történik ugyanez, hogy hátra jön, és akkor azt mondja, hogy hát, amikor ilyen turbulencia van, akkor inkább én kijövök hátra, én sem nagyon bírom ezt, maguk is inkább kapaszkodjanak, mert annyira, hát, hogy múltuk is fölkapadott a gyomrom, aztán itt a kopitbe kiadtam a finom főzeléket bele a pultba, mi volt ott. Igen, a másodtisztem össze-vissza nyomogatja a gombokat, én ezt nem is bírom nézni, én inkább kijövök, hölgyem is. Ráadásul az első útja, hát annyi hülye kérdése van. Nincs valahol egy szabad hely, én inkább ide ülök hátra, ha becsapódunk hátul, legalább legyen valami esély. Elnézést, szabad ez a hely magam el. Egyébként, miért nem csinálnak ilyet? Én még mentem olyan repülővel, ahol a pilóta megdöntötte a gépet jobbra, és azt mondta, hogy ha jobbra néznek, akkor ledöntötte igen, jobbra, és ha balra néznek, akkor megdöntötte balra, és megmutatta mind a két oldalnak, hogy éppen mit láttunk. Már nem tudom, hol repültek. És az akik éppen akkor kávéztak, de nem a kezükbe volt a kávé, biztos azt nagyon örültek bocsi. Neki. Igen. Ha jobbra döntöm, balra döntöm. Most ezt nem úgy kell elképzelni, mint az Airport 76-ban, hogy bedöntötte jobbra a gépet, és mindenki égnek álló hajjal, kiöntötte magára a forró kávét. Na mindegy, ez a repülés, ez egy nagy... Ez nagy talány még mindig egy ülszott, ilyen hülyén kiszolgáltatottam, bekötött övvel, nem? Csinálni. Semmit nem tudsz csinálni. Teljesen nyomorúságosan üldögész, és várod, hogy vagy megérkezel, vagy nem. Meg hogy nem? Ez, hogy ilyen a levegőnél nagyobb fajsúlyú tárgyak, hogy de nem?
Most az egész, hogy de most komoly, hogy rácsodálkozik, érted? Na mindegy, én is értem ezt. Jól van. Óven bácsi, Beru néni, lehet jelentkezni játékra egész nyugodtan. Jó? Igen, jönnek a hírek, SMS-be lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Itt vagyunk, és van egy friss közlekedés, írunk Tatabányától, olyan köd van Hegyeshalom felé az M1-esen, hogy alig viszi a Verda. Addig rágja. Téjjá. Bali, én is voltam Majorkán, Dózsa Majorkán. Köszönjük szépen. Na, arról beszélgettünk, hogy mi történik a levegőben, ugye ez mindig egy érzékeny dolog, és hogy jó néhány héttel az eset után derült ki egy fapados légitársaságnak, hogy elég komoly balesetet szenvedtek néhányan, akik ott utaztak, és van egy légibalesetekkel foglalkozó portál, egyébként ez egy külföldi portál, ami azt írta az eseményről, hogy a turbulencia következtében a repülőgép, amely 160 utas szállított, eltért a számára engedélyezett repülési szintől, és 600 lábbal magasabbra emelkedett. Tehát ez is lehet az aha oka annak, hogy ez nem került egyébként nyilvánosságra. Van egy pilótánk, akivel már nagyon sokszor beszéltünk, Mészáros Zoltán. Hello, Zoltán, jó reggelt kívánunk. Szevasztok, jó reggelt. Hello. Na, itt a turbulenciáról beszélgetünk, ez egy érdekes dolog, hogy a pilóta tudja, hogy milyen fokú az a turbulencia, amiből belerepül, vagy te csak megnyomod a gombot, tájékoztatod az utasokat, aztán lesz, ami lesz. Hát a pilótának rendelkezésre állnak meteorológiai adatok, már az indulás előtt is, és a repülés közben is kap tájékoztatást arról, hogy te ismert turbulencia van az útvonalon. Ennek a turbulenciának vannak természetesen fokozatai, ezt besorolják, de nem nagyon élesek ezek a határvonalak, hanem csak, hogy mondjam, tehát ilyen sebességváltozást, milyen, mekkora sebességváltozást okoz a turbulencia, mekkora függőleges kitérést, vezethető a repülőgép benne, vagy nem vezethető, tehát ezek viszonylag szubjektív dolgok, hogy ki hogy ítél meg egy turbulenciát, hogy az milyen mértékű. De hogy van az, hogy a pilóták sosem mondják be, hogy na ez most durva lesz? Csak mindig ugyanaz történik, hogy kapcsoljuk be az öveket. Hát azért, mert igazából tehát nem tudják azt 100%-ban előre, hogy durva lesz, vagy nem lesz. Aha. Vannak olyan légköri jelenségek, amikről egyértelműen tudjuk, hogy azt kerülni kell. Ilyen például egy zivatarfelhő. Tehát a zivatarfelhőben rendkívül erős feláramlások, leáramlások várhatóak, ami egyértelműen tilos ebbe a zivatarfelhőbe való berepülés éppen azért, mert akár meghaladhatja a repülőgépnek a szerkezeti dolgainak a teherbíró képességét is, tehát ezt nagy ívbe kerülni kell. De van olyan turbulencia, amit nem lehet előre látni, tehát teljesen mindenféle előzmény nélkül is lehet turbulenciába kerülni. És hát ezt ugye nem tudjuk előrejelezni. A szempont egyébként, hogy ne izgassátok fel, vagy ne zaklassátok fel az utasokat? Tehát, hogy azért nem mondasz be ilyet, hogy hát ez még bármi lehet. Higgyék el, én is meg vagyok ijedve. Ez most tényleg kemény lesz. A múltkor megosztok, de... Általában a légitársaságoknak a gyakorlat az azt mutatja, hogy az utasokat fölöslegesen ne terheljük olyan adatokkal, amik aztán egész útvonalon azon fognak rágódni, hogy úristen, mikor jön, mi lesz itt, túléljük, nem éljük túl, tehát ilyeneket nem szoktunk azért bemondani, mert ez nem szükséges. Uh-huh. Az adatok általában rendelkezésre állnak, van, amikor nem, tehát mondom, mint az előbb is mondtam, hogy vannak olyan turbulenciák, amiket nem lehet előre látni, vagy előre jelezni, hanem csak egyszer csak fog. Ez csak ott van, persze. Pedig a gép eltérítésnél ti szóltok, vagy mi a protokoll, hogy szólni kell az utasoknak? Mert ugye, amikor van egy 2 órás út, és 4 órája repülünk, az már fura. Gyanús. De addig persze. Az utas nem veszi észre, hogy valami történt, vagy más irányba repül, mert fordul a gép balra-jobbra, hát nem tudod, hogy mi van. Olyankor mi a protokoll? De hát kell azért az utasokat tájékoztatni mindenféle komolyabb eltérésről. A gépeltérítést azt úgyis észreveszik viszonylag hamar, tehát valószínűleg ők veszik hamarabb észre, nem a pilóta. És hogy jelzitek feléjük, hogy Prágában kiszállt volna valaki? Mert most Berlin jön. Hát igen, ez elég viccesen hangzik itt lent, azért oda sem nem. Persze. Igen. Te ilyen légikatasztrófás repülőeltérítős filmeket nézel egyébként? Hát néha megnézek, igen, ilyen dolgokat.
egész jók is vannak manapság már. De sok a kamu? Sok a kamu benne? Hát azért van, igen. Van. Tehát amire te is azt mondod, hogy na így nem történhet valami. Igen, igen, mert hát valahogy meg kell, hogy történjen. Tehát egy filmbe azért a terroristának, vagy a gépfertőzőnek be kell jutni a kabinba, vagy fel kell juttatni egy bombát, vagy egy fegyvert a fedélzetre. Az életben nem van egyszerű. És egyébként azt Tyubik, honnan tudják, hogy mikor van az a turbulencia, hogy már nekik is be kell kötni magukat? Tehát kiszólsz nekik, hogy ők is üljenek le, mert ugye ők vidáman tologatják ott a duty free-t, meg hozzák a kis teácskát. Szerintem rejtjeles, tehát azon egy kávé, de most két cukorra, igen, na igen. Akkor tudod. Vagy te fölhívod őket a telefonon, amivel ti kommunikáltok, hogy most jobb lenne, ha ti is leülnétek? Hát annak a légitársaságnak a szabályzat, akinek én dolgozom ilyen pillanatban, az azt írja le, hogy ugye ez kétféle megítélés lehet. Az egyik a pilóta, aki azt mondhatja a légitás kísérőnek, hogy most akkor hagyjanak abban mindent ők is, és mindent biztosítsanak, hogy elmozdulás ellen, stb. Tehát ezeket a kiskocsikat is ugye egész jól le lehet rögzíteni ott a fedélzeten, meg mindent le lehet rögzíteni. És akkor ők is üljenek tetőségbe magukat, vagy pedig a légutas kísérők is megítélhetik ezt saját maguktól, tehát hogyha ők úgy gondolják, hogy ez már sok, akkor ők ezt automatikusan megcsinálhatják. Mikor az egy szerencsétlen eset, ha a légutas kísérő kicsit fél és simán felszolgálnak, kicsit vázagép is, ha már leül és beköti magát, mondják, hogy Judit, gyere már segít, vagy meg fogunk halni. Vagy azt látod, hogy a kapitány nem mondott be semmit, de a légutas kísérők rohannak el a saját között, kötik be magukat, fejveszt. De hát ez csak a dohányzás tiltó tábla villant föl. Igen. Ez kemény. Na jó, hát ez egy érdekes fél. Hát attól is függ, hogy most épp akarnak-e dolgozni, vagy nem. Ha nem akarnak, igen, nagyon dolgozni, akkor a kis turbulencia is rögtön nagyjá válik. Igen, akkor gyorsan bekötik magukat. Ma repülsz egyébként valahova? Majd holnap fogok. Mi az úti cél? Holnap valami görög helyre megyek. Hát azért az nem lenne baj, ha tudnád. Most még nem kell, ha majd reggel a felszállás előtt. Araxos lesz az úti cél. Araxos, Zakynthos, vagy Krotos, vagy török? Valami lesz. Majd oda találunk valahova, és akkor... Igen. De nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó repülés neked, vigyázz magadra. Köszönjük szépen Mészáros Zoltán pilótának, köszönjük szépen. Azért bohém, nem? Hát most még hova jöhet gyerekem? Hónap reggel. Jó reggelt mindenkinek, elnézést, mit keres itt? Hát a beletlenet járhatottam, hogy repülök, én vagyok a kapitán. De ez British Airways, nem vízzel. Ja. A Stewie-kat vajon hogy nézik meg, hogy mennyire félősek? Rákiabálnak a teszten. Ah, mert ugye hát a saját vérmérsékletet szerint kötött be magad, és ott valaki ott 10 000-en elkezd pánikolni, kicsit berázott a gép, hogy nekik videókat vetítenek előtte, vagy hogy nézik meg? Hát, képeket mutatnak nekik Gerard Depardieu-ről, ahogy éppen a padlószövényegre vizel, mert ugye neki volt ezt egy ilyen eset, igen, egy pár hónappal ezelőtt. Igen. Hát kellett neki, állt a járat, hát most nem. Bár aztán megmagyaráztak ugye a dolgot, hogy valójában egy palackba próbált meg beletalálni, csak hát néhány csepp. És ez mennyivel jobb, mint hogyha kiment volna a WC-re? Hát de most gondolj arra, hogy mekkora Gerard Depardieu, tehát ami néhány csepp annak, aki írt róla. Igen. Na itt közben vannak, akik ott voltak ezen a járaton. Hoppá. Csak nem akarnak beszélni egyébként. Hát akkor bejebb vagyunk ez esetben. Nem ugyanaz, csak Annával beszéltek, és álltak a pilóta mindent bemondott, meg jó fejek voltak, tehát hogy próbáltak segíteni. Igen, az egyik Szugi leforrázta magát, és a másiknak pedig a kocsi esett a lábára, és az utasokkal nem lett semmi, csak nagy volt a pánik. De ez jó, akkor kapitány mindent elmondott. Én meg tudnám csinálni, de a Lajos az első tisztem. Annyira beszart. Én simán átrepülnék rajta, ez itt mellettem. Hát ez. Igen. Na jól van. Oké, játszunk már is valakivel. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Viki, jó reggelt, hello. Sziasztok. Hello, Viki. Mit csinálsz ma reggel? Hát éppen most nemrég jöttem haza éjszakából. Na. Mit csináltál az éjszakában? Irodista vagyok. Na, ne kamuzzunk már tét. Éjszaka működő iroda? Na, igen. Tényleg? És mit csinálsz ott? Hát sok minden. Nem szeretném elmondani. Aha. Nyilván van ilyen, érted? Igen, éjszakai irodista. Ötkor egyébként hazamegy mindenki, de van egy B-műszak. Egy éjszakai irodista. Hát ez ritka.
Ritka, de van. Uh-huh. Miért titok, hogy mit csinálsz egyébként? Hát már személyi adatokkal dolgozom. Ja. Hát megértem, születésévek, személyi számok, hát... Nehéz. Én is tudom az összeset, csak ugye nem tudom, hogy melyikhez ki tartozik, ugye? Figyelj. Ez kemény. Vagy lehet, hogy a NAV. Elmegyek arra valamelyik nap, megnézem, hogy 0-24 lett-e. Ott ég egy kis lámpa, akkor kiabálj föl, Viki! Igen. És Viki kinéz az ablakot. Hozítsatok várba! Figyeljétek! Hát ti nem tudtok figyelni. De tényleg ez valamilyen állami cég? Igen. Nem mondj többet, nehogy kirúgjanak. Nem szeretnék. Egyedül vagy éjszaka? Nem, többen vagyunk. Több kis éjjeli manó üldögél ott melletted? Igen. Vagy esetleg nagy ember mellett dolgozol, és készíted össze neki holnapra? Nem. Főnöknek? Nem, de hagyjuk. Az milyen menő, hogy már van egy éjszakai titkárnőd is, nem? Igen. Tehát van a nappali titkár és az éjszakai, aki előkészíti neked a másnap anyagait. A holnapi beszéd, bajuszkefe, korpátlanító kefe az öltönyére. Varázsenged. Két fültisztító pálcik. Így van. És az ajudi kócsa. Jaj, mindig akkor válik valaki izgalmasan, nem akar nekünk valamit elmondani. Na, mondd simán. Na jó. Aki kérdezi, Balázs az asszonnyal játszol? Asszony, de utálom azt a szót. Asszonya. Egyébként te pesti vagy? Is. Aha. Pesten dolgozol? Pesten agglomeráció? Talán igen, talán nem. Uha, titokzatos. Hát nehogy itt aztán valami konkrétum. De egyébként tényleg azért félsz, hogy nehogy kirúgjanak? Tehát csupán ez vezérel a titoktartásban? Vagy, aha, tehát hogy félsz, hogy nehogy itt valami baj lesz. Milyen durva, hogy már nem mondhatsz el néhány dolgot arra, hogy hol dolgozol, mert az a veszély fenyeget, hogy téged kirúgnak. Hát nem? Ilyen szörnyű világ ez. Dolgozik. Na persze, irodistaként. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. Okay. Madarakat. Madár. Igen. Viki, nem játszottunk mi már egyszer valamikor? Nem. Nem? Volt egy hasonló. Ez is a titok, része nyilván. Terrel. Biztos, hogy játszottunk. Nem te voltál az, aki felszálltál valami Csepeli Hévre és jött nem. Hú, de gyorsan. Nem te voltál az, és jött a Kaller, és valamit ott menekültél, vagy volt valami sztori veled kapcsolatban. Nem te vagy az? Nem. Mondd azt, hogy Jézusom itt a kalauz. Jézusom, itt a kalauz. Ő az. Emlékeztek arra? A Kalleros tájé ketten voltunk szerintem. Most mondd azt, hogy ne, Balázs, mind a ketten családosak vagyunk. Erre az lett volna helyes válasz. Én nem. Ezt szerintem játszottunk már, na mindegy. Nem, jó. Szóval akkor mutatjuk, mit csinálom, bácsi Beru néni, figyelj. Okay. Ó, de könnyű. Az bizony! Hogy kitaláltam? És hogy kuncog? Vannak ott egyéb titkok is. Bizony. Nincs baj, baby. Ez a dal címe. Igen. Van egy ajándékcsomagod. Bárki is vagy. Viki az államigazgatásból. A titokzatos Viki. Köszi az ajándékcsomagot. Köszi a játékot. Igen. Ciao. Sziasztok. Hello. Emlékszel, Jani, ketten voltunk, a Feri valahol volt, és volt egy lány, aki valami hévről szállt át, és menekült a kalauz elől. És mondta, hogy ő most is tilosban utazik, mert nincs jegye. És így lejárt a jegye, de hogy egy lejárt jeggyel utazik, és fel volt háborodó. Nagyon hasonlít a hangja. Emlékszel? Emlékszem, rajtad rózsaszín női garbó volt, én kürtös kalácsot ettem. Igen. Igen. És BKV-s volt az apja. Ő hasonlított a hangja. Na mindegy. De azóta máshol helyezkedett el ezek szerint. Igen, az olcsóbb jeggyel utazott, írja valaki, igen. Az olcsóbb jeggyel. Kezd összeállni a kép. Fogalmam sincs, hogy... Nem, én nem emlékszem rá annyira. Jött egy esemény, Nikolett ne mondjon semmit se, kérem, majd megyünk segíteni. Belügyminiszter. Majd megyünk, intézünk minden. Majd megyünk, és segítünk. Írja a belügyminiszter. A gatyát is lebüntetjük róluk. Na, pénteken Lellén voltunk,
És volt egy nagyon érdekes témánk, amikor is ugye azt boncolgattuk, hogy egy nőnek mit kell elviselni egy párkapcsolatban. Ugye nagyon jó SMS-ek jöttek, nagyon sok hozzászólás jött, megszólaltattuk a lelei hallgatóinkat is, és 10 pontban szedték össze azon fontos dolgokat, amikre a nőnek kell figyelni, ha nem akar konfliktust egy párkapcsolatban. Nem mondd, hogy sörszagú, szeresd a kedvenc sportját, rakd el a szennyes ruhát utána. Fogadd el a barátait. Fogadd el a barátait, ne szólj be az anyósodra. Ugye ezek voltak azok a pontok. És mondtuk, hogy megcsináljuk ennek az ellenkezőjét is, hogy mit kell egy palinak elviselni, vagy mit kell lenyelni egy párkapcsolatban, ha azt akarja, hogy ne legyen konfliktus. Ugye? Mert hát van egy csomó dolog, amit a nőknél el kell viselni, lenyelni, szemet hunyni felette, hogy konfliktusmentes legyen a kapcsolat, vagy legalábbis kevesebb összetűzés legyen. Tehát amit egy nőnek nem mondjál. Amit egy nőnek nem mondjál, vagy hunnyál szemet felette, vagy viseld el, vagy ne említsd meg, és akkor biztos, hogy nem lesz veszekedés. Úgyhogy megcsináljuk most a pénteki témának az ellenkezőjét. Jó, ezzel jövünk a hírek után, 2 perc, van pontosan 8 óra. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:09 lesz, 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. 4-es, 6-os villamospotló a déli pályaudvarnál. Eltéved? Kérdezi. Hát? Hát onnan indul. Valószínű. Hát, vagy kicsit már hosszabbított a vonalat. Túlcsúszott akkor, igen. Mert hogy elviekben a Szélkámán téren neki el kéne fékeznie. Valószínűleg vagy onnan megy a délitől, és megy a Szélkámán tér felé, éppen most állt be. Mert hogy nem járnak a 4-es 6-os villamosok egyelőre, még az okát nem tudjuk, minden esetre villamospotlók viszik az utasokat Buda irányába. Az M3-as Budapest felé a Gelei pihenőnél rendőr veszélyes, mindenki vigyázzon. Nagyon vetkőznek, talán a hőmérsékletet is mérik. Amúgy a reggeli játékos nem veszekszik, csak előkészíti a siklóernyődet. Írja nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Trafia 4-esen Nyíregyháza előtt Debrecen felől, GS küldte nekünk, valamint Török Bálint is ért között. Figyeljünk a sok eső miatt, micsoda, látszanak a gyökerek. Ja, Istenem, ezt nem olvastam volna be, jó. Isten, picit kezd fárasztó lenni. Igen. A Ceglédi M3-as bekötő Kékkő utcai szakaszán több helyen is újfajta trafipaxokat szereltek fel. Figyeljetek fokozatosan a gyorshajtásra. Ezt kis piszkos küldte nekünk. Milyen az újfajta trafi? Tud valami jót, vagy még durvábban? Hát. Miért? Vagy mozgás közben? Vagy mit csinál? Mitől újfajta? Mindegy, nem fogjuk tudni megválaszolni. Egerben a Mátyás király Árpád és a Deák Ferenc kereszteződésében sárgán villognak a lámpák, csak óvatosan. Ezt pedig Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. Meg egy autóban ülő ember az, hogy azonosítja be az újfajta trafikat, más a burkolat? Mert lehet, hogy ő telepítette, tudod? Csak szólt. Ja, úgy lehet. Úgy lehet. Néhány országban van már ez az időegységes trafi, arra vagyok kíváncsi, hogy azt mikor vezetik be, mert akkor viszont gyerekek. Akkor tényleg elköltözik. akkor vége van a világnak. Megnézi a belépési pontodat, és megnézi a kilépő pontot. Aztán számol. Sokat fogunk kávézni. Nagyon sokat fogunk ülni. Én akkor nyitok ott egy kávézót valahol a kilőpőpont. Hol? Ponton. Az nagyon jó, azt nem tud átvágni. Egy dél-afrikai folyó. Igen, az nem tud átvágni azt a trafit. Megnézzük az adott szakaszt. Te mennyi idő alatt teheted meg? Igen. Ha gyorsabban érsz oda, értelemszerűen gyorsabban mentél. Ismertem egy rövidebb utat. Úgyhogy ott nincs mese, ott már csak is kizárólag 130-al tudsz menni. Azt lenne érdemes megnézni, hogy azon országokban, ahol ez a trafi van, ott mennyi a kötelező maximum sebesség. Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsit azért följebb emelték, mert autópályán szerintem a 130 az egyébként lassú. És ott fölviszik 150-nel. Tehát lehet, hogy ott, ahol ezeket nézik, azért megengedik, hogy te mondjuk 150-nel vagy 160-nal menjél. És akkor ahhoz képest számolják ezt a belépőpont, kilépőpont. De ha azt bevezetik, akkor cudarvilág lesz itt, nem? Bizony.
Hát most azért mondd meg őszintén, azért 130-al lemenni Nyíregyházáig, hát azért sokan nem mennek 130-al. És nem azt mondom, hogy 250 a másik oldala jó, de azért egy 140-150-nel, ha belátható az utcak, az nyugodtan mehetsz autópályán. Ne lehet ez a szíved rakkezett, teljesen irális a 130 szerintem egyébként. Hogyha azt mondanák, hogy 140-150, akkor nem azt mondanád, hogy hát, az hát azért egy 160-170 csak beleférne valahogy. A 170 szerintem már sok lehet, főleg a magyar közlekedési morál miatt. Nem tudják, hogy mi a külső sár, nem tartanak jobbra, megy a rivalizálás az utakon, azt hiszem egy picit sok. De egy 140-150-et azért sokan mennek, úgy, hogyha látják, vagy tudják, hogy nincsen trafi, tehát szerintem a 130 az egy kicsit idejét múlt. 170, igen, az mondjuk már veszélyes. A sok, de egy 150-nel szerintem nyugodtan mehetsz autópályán, nem? Ne, nyugodtan nem mehetsz most, de nyugodtan, hát, nyugodtan mehetnél. Aha. Igen, tehát nyilván más a közlekedési kultúra Németországban, de statisztikailag nincs sokkal több baleset, sőt egyáltalán nincs több baleset azért, mert ott mondjuk néhány autópálya nincs sebességkorlátozás. Csak az emberek még jobban figyelnek, tudják, hogy jobbra tarts, van a gyorsabb autót elengedik. Autópályákon effektíve kevesebb a baleset, mondjuk ott tartanak jobban követési távolságot is, tehát ott az egésznek valahogy jobban van kultúrája. Ezt figyeltek, az miért van szerintetek, hogy ha megyünk mondjuk a belsősában 130-al, amennyivel egyébként lehet menni, és bejön mögénk egy nagyon gyors, nagyon lapos autó, és megelőz minket, és utána beáll ugyanarra a sebességre, amivel mi megyünk. Hogy őt zavarja a kilátás? Igen, nem lát előre. Tehát, de túl nagy az autótok. Miért? Van az a típus, aki... minket a belsőbe. Az a külső. Igen, a külsőbe, a belsőből. Igen. És akkor mi előzékenyen elengedjük, hagyj menjen. Hadd szaladjon be a trafiba. Mi visszamegyünk, beállunk ugyanúgy a 130-ra. Hát lehet, hogy kilátás így, nem? És ő is beáll ugyanarra. Igen. Vagy hogy tudja, hogy jön a trafi, és azért beáll eléd. Ja, igen. Ja, ja, féke, visszafog minket, ja. Hogy nehogy esetleg gond legyen. Nehogy esetleg, hogy hívják így írtán, csicserengnek a madarak, esüt a nap, szép idő van, megyünk le a balcsér, és ez a feeling, ez így elkapja minket, és így belehajszoljon a 135-be. Nagyon bátor lenne tőletek. De most... De egyébként is, ha le tudsz menni a külső sávba, akkor nem volt melletted senki. Mi a francot kerestetek a belsőbe már megint, Jani? Tudtam, hogy mi jövünk ki rosszul. Látod? Megint hibáztál. Igen. Megint elkövetted ezt a hibát. De az, hogy kilátás ír így egyébként, vagy népnevel. Milyen autó volt legutóbb? Hát, kabrió, igen, kabrió és német. Rendszám vagy német autó? Német autó. Német autó? Német autó. Szép, gyors, ezüstszínű német autó, kabrió. És akkor így van. Volvo. Szép, gyors, német Volvo. Német autó. Német autó, Daihatsu. Akkor megvan, hogy ment utánad. Addig te, igen? Fogtad a szelet előle. Aha. Érezte, hogy tudna gyorsabban menni? Te kijöttél, megkapta a szembe szelet, ugye bevágott a kabrióba, és akkor rájött, ja, hogy csak 130. Ja, tehát ez, hogy a francér vette meg ezt az autót, érted? Ilyen aerodinamikai paraméterek, amikor ez a batár itt előttünk fogja a szelet. Hát nem is jön ki. Na, így. Ennyi. Érted? Ilyen alapon én is vettem volna a transportert. Azt mondják, hogy Angliában van ilyen trafi, 70 mérföld per óra a maximum megengedett sebesség. A pályán? De azt nem tudom, hogy hol, de hogy 70 mérföld per óra a maximum megengedett sebesség azon a részen, ahol ilyen trafit már felszereltek. Aha. Mennyi 1,6-tal gyors? Az ilyen 100 körül van, nem? Aha. Mink az nem gyors. Itt azt írják többen, hogy méri, hogy nézi a biztonsági övet, a sávtartást, a telefonálást, és olyan, mintha egy útjelző bója lenne. Ja, ez az új trafi, ami már mindent tud. Aha, tehát hogy ez mindent tud fotózni. Mm-hmm. Hogy látja, hogy én be vagyok-e közben, igen, azt is meg... Aha, érzékeli, hogy... Érzékeli a hőemelkedést, és hogyha tele a hóval. A lázas, meg kell állnod pisilni. Itt a rossz kedved van. És ezt feliratba is kiküldeni. Az autód műszerfalára. Így van. Uram, önnek. Önnek pisilnie kell. Kérem álljon meg. Na, pénteken volt egy érdekes témánk. Ugye megcsináltuk azt a témát, miszerint a nőknek mit kell lenyelni a pasiktól. Hát, erre tudnék mondani minimum 3 alternatívát, ami nálunk elvárás. Ugye? És abból az egyik kifejezetten... Teljes egyetértés van a csapatban? Hát, nincs ellenállás. És ebből az egyik a C-vitamin. Azt csak az egyik, másik kettőt is tudnék mondani. De most megcsináljuk ennek az ellenkezőt, ugye ígértük pénteken, hogy minden témának ugye két oldala van, ennek aztán pláne, mert hogy párkapcsolati téma, teljesen máshogy látja ezt egy férfi, teljesen máshogy látja ezt egy nő, és mi az, amit egy pasi jobb, ha átnéz, vagy ha becsukja a szemét, vagy ha úgy csinál, mintha nem venné észre, vagy úgy válaszol bizonyos kérdésekre, hogy ne legyen konfliktus.
és megúszszák az aznapra eltervezett romantikus estét, mondjuk veszekedés nélkül, ha a nő valami olyat mond, vagy olyat kérdez. Vagyis mik azok a legfontosabb dolgok, amit tudni kell egy pasinak úgy lavírozni, hogy abból ne legyen inkább veszekedés. És ez lehet bármi, ugye? Kérdésre válasz, egy adott téma, egy új cipő, egy cselekvés, vagy bármi, amit te a nőtől elvársz, és nem úgy kapod meg, mint ahogy szeretnéd. Na, hát szerintem, gyerekek, ezt 9-ig tudjuk mondani, hát, nem? Figyelj, a numero uno, a mindent vívő, ja, hittem, így. Az első numero, az belevágtál a sűrűjébe, mondom. Ez egy latinos kifejezés, annyit jelent. Mondom, hát a numeránál például, ha hátra néz, fordít vissza a fejét, és nem mond azt. Na, szóval mi a numero uno szerinted? Az új husi. Az mi? Hát, amikor egy kis plusz följön. Na, az. Az gyakorlatilag mindenhol problémát jelent szerintem. Amikor jön a kérdés, kicsit egyébként provokatív a kérdés, mert ő érzi, hogy tudja, valami hogy probléma. Igen, hogy felugrott egy, mit tudom én, nem fél kiló. Egy-két kiló felugrott, és akkor megkérdezi tőled, hogy ugye nem hisztam. Hát, de hogy hisztem? És itt már hibáztál, de ez nem jó válasz. Na jó, szóval igen. Igen. És ez se jó válasz. Ja, ez se. Ugye? De akkor miért? Nem, mert ha azt mondod, jönni, hogy igen, hisztál, ha őszinte vagy, és azt mondod, hogy tényleg van rajta. Megyek, kiviszem a kutyás, hát. Már itt vonj itt. Nem tudsz rá jó választ adni. Tényleg nem tudsz. Erre nehéz mit mondani. Nem, mert ha igen mondasz, akkor izé ledagad disznóztat, ha azt mondod, hogy nem, akkor meg hazudsz, mert ő tudja, hogy hízott 4 kilót, vagy 3-at, tök mindegy. Uh-huh. Tehát ebből nem tudsz kijönni, ez az egyetlen. És jó, hogy elviszed a kutyát sétálni. Ennyi. És erre különböző variációja van, a kétrészes fürdőruhát vesz fel, és megkérdezi, hogy jól áll-e. És ha te véletlenül azt mondod, hogy az egyrészes jobban áll, miért, mert dagadt vagyok? És akkor nem, mert jobban áll a másik. Hát egyszerűen ez. Ilyen, hát most érted. Igen, erre mert nehéz mit mondani. A nyaka. De kicsit ő azért kérdezi meg, mert tudja. Picit, igen. Ő tudja. Igen. Tudja. Igen, de ugyanakkor egy picit megsértődik, ha megmondod neki az igazságot. Hazudjál, vagy őszinte legyél. Hazudjál. Nem? Igen, de akkor az is baj, mert ő tudja, hogy te hazudsz azért, hogy az ő kedvébe járj. Itt aranyoskodni kell szerintem. De megcsípkeded az oldalt. De megmutatom, Balázs. Mit csinálsz? Figyelj. Nem akarom, hogy megcsípkedj. Jaj, hát miért itt ezen? De akkor azon is megcsípkedik, hogy csípkeded a hájamat. Miért csípkeded a hájamat? Oda visz, és elkezded megcsípkedni. Te is érzed. Igen. Nagyon-nagyon sok ilyen van. Én például ettől az elkésés és készülődés, és mennyi idő, még 5 perc. Tehát a nőknek az az 5 perc, az hogy tud egy olyan fél óra, brutto 38 40 perc, 45 perc, hogy ezt mondja meg hát nekem igen. Valaki, amikor megkérdezett, hogy mennyi még? Uh-huh. Nem? Mennyi még? Ott állsz felöltözve, gyerek, téli kabát, sapka, sál, tudod, ráadva, minden, mennyi még? 5 perc. Ráadásul augusztus van. Ráadásul a gyerek sérje, hogy miért kell felöltözni kánikulába. 5 perc. Hogy miért nem tudja azt mondani egy nő, hogy figyelj, 20 perc. Megcsúsztam, igen. 20 perc. Megcsúsztam. Elbizélt, csesztük az időt, kicsit ott még ilyen szoknya, olyan, 20 perc. De miért jobb 10-5 percet mondani? És egyébként úgy, hogy a 3. 5 percnél ő húzza fel magát, hogy most ne kérdezd meg többet, mert azzal csak lassítod. Igen. Uh-huh. Igen, és te vagy a hibás. Miért hogy lassítanád azzal, hogy megkérdezed, hogy még mennyi? Azért, mert a száján ki kell mondani, hogy még 10 perc, ettől valaki belassul? Vagy igen. Amikor kérdezem, mindig megáll? Igen, vagy most gondolkozni kell és válaszolni, és ülsz lent a gyerekkel, készen, ugye? Vagy már bent ültök a kocsiban, vagy az előszobában vártok, és azt mondja, még 5 perc, és tudod, hogy hazudik. Egyértelmű, hogy igen. Nem készülhet el 5 perc alatt, hiszen 3 perce még egy szál bugyiban flangált valahol, érted? Nem lehet 5 perc. Miért nem tudja megmondani egy nő, hogy figyelj, 25 perc. És menjetek addig, ígyatok egy kávét, menjetek az utcára, futtasd le a gyereket 5-ször, és elérkezik az a pillanat, amikor már egy 5-ödjére kérdezed, az, hogy mondja az 5 percet, elérkezik az a pillanat, amikor jön a felsorolás, hogy tulajdonképpen te vagy a hibás az ő 5 perceiért. Mert az ingedet vasaltam. Igen, mivel is arról te tehetsz egyébként. Igen. Ha nem kellett volna kivasalni az ingedet. Igen, akkor már rég kész lennék. És a szemetet is én vittem le. Jó, de az tegnap volt. Igen. A gyereket is nekem kellett felöltöztetni. Igen, én például elmegyek fodrászhoz. Igen, például nem érdekel, hogy észreveszi-e. Rohadtul. A fodrász? Igen, hogy ott vagyok. Ott ülök egy órája, a fodrász nem jön. Elmegy fodrászhoz, de szerintem sok nő csinálja. Levágott az egyébként 3,5 méteres hajából 4 centit. És azt vedd észre. És vedd észre. És akkor mi van? Semmi. De mi van? Semmi. Jó. De most van valami? Nem, semmi. Na, semmi. Ugye? Figyelmetlen állat vagy, már megint nem figyelsz de most mi van? Semmi. De tényleg nincs.
hatszor, nekem valami bajom van, kétszer megkérd, elmondod. Nem, nem vettem észre semmit. A palik el tudják mondani, hogy mi van, az a bajom, hogy megint így, vagy úgy, vagy bár, mi van, semmi. Van valami baj, nem. De rosszul csináltam, amit semmit nem. Mindegy, nem, jó. Jó, hagyjuk. Nem így van? De. Ugye? Nem. És végül este kiderül, hogy ő fodrásznál volt, és te azt nem vetted észre. A hidegrázt. Nem hideg akarod megkérdezni, hogy hát mit csináltam? Tessék? Ne az ja, agyi csavar, már nincs benne. Nem akarod megkérdezni, mit csináltam? Hol voltam? Nem, csak egy... És akkor mi van? Hát észre sem veszed. Mit? Hát, hogy? Hogy még mindig egyenes szálú hosszú hajam van. Hogy mit? Hallod? Mit? Hogy a hajam színe változatlan. Ó, de jó lett. Voltál, és tényleg leugrott. Milyen jó lett. És levágatott 2 centit a hajam, és mondd meg. Nem? Mi nem tudják azt mondani, hogy kézed voltam fodrásznál. És akkor ránézel a hajára, és megdicsérem. Tehát segít neked megdicsérni. Jobb lett? Mi? Szemét. Szemét rohadék. Ugye, neked szépültem, és észre se veszed. Tehát ezt is jobb nem észrevenni, illetve jobb sok kérdés után azt mondani, ha nem akarsz konfliktus, hogy igen, persze, de hát láttam, hát csak nem akartam mondani. Ugye? Tehát ez is egy olyan, hogy ha nem akarsz konfliktus, akkor inkább így kellene belemenni. Mi van még? Na, mit szólsz? De szép óra, nem az a körmeim. Ja? Ja, az összes szépészeti az ugyanez, mint a fodrász. Az ugyanez. Igen. Azt ír valaki, nálunk a párom bajsza a legkritikusabb téma. Az igaz. Meg az a néhány szőrszál, ami a bibircsokból kiáll. Igen. Az is egy tipikus egyébként, egy tipikus dolog. Már hogy a bajusz az talán keveseknél. A bibircsokból a szőrszál kiáll? Hát az... Istenem. Igen. Vitatkozásnál, hogy miért nem lehet lezárni valamit itt simán, hogy megbeszéltük, és azt mondod, hogy oké, belátom, hogy ez most nem nekem pont. Hogy még mindig van egy mondat. Az nálatok van? Igen, az... Tehát az megbeszélt, és tulajdonképpen meggyőzted, tulajdonképpen rájött, hogy mondjuk ő felejtette el befizetni a csekket, mert tegnap este meg... És akkor biztos, hogy lesz még egy valami, amit oda kell pattintson. Érted? Ha nehogy neked legyen igazad. Uh-huh. Még egy mondat. Igen, ez a tipikus, igen, vagy a még egy mondat. Álltok, más a harag és a veszekedés a nőknél a beszédközpontot ingerli, és azért tud a férfi elaludni, mert elfárad, és nálad ugye az alvásközpont ingerlődik, és te már rég aludnál. És mindig rázza a válladat, és még mondja, és te már rég aludnál, máshogy van kódolva genetikailag a férfi, a nő. Én azt is szeretem, amikor a nő ugye azt csinálja, hogy vedd már észre, hogy mit kellett volna tenned, tudod? De te nem tudod, hogy mit kellett volna tenned, és mit csináltál rosszul, és ő ezt veled akarja éreztetni, hogy te gyere rá, hogy neked mit kellett csinálni, vagy mit kellett volna tenned. A büdös életben nem jössz rá, mert férfi vagy. De a szituációt tudod, hogy mi. Ugye nem csak arra nem jössz rá, hogy mit kellett volna csinálni, hanem az a helyzetet se tudod értékelni, ami őt bántja. Igen. Mert azt se árulja De el. Nem tudjuk értékelni sokszor. Nem. Mert hát nem mondja el. Igen. Hagyjátok abba, 3-ból 3 pont igaz rá, mi jöhet még? Hát, el kell gondolkozni. Igen. Ti észrevettétek, hogy a női 5 perc és kész vagyok, és a férfi 5 perc és ott vagyok, az teljesen ugyanaz? Jó, az most tök mindegy, ezt ne keverjük be. Most igen, most a nőket vettük gorcsóra. Egyébként a férfi 5 perc, én nagyjából hol vagy 5 perc múlva, az még azt jelenti, hogy el sem indultam. Igen. Tehát még való ülök, és... Igen. Már úton. Már úton vagyok. De az igen. Mit jelent? Hát, most kanyarodtam ki az utcából, valójában. Ez régen állom mennyire típusú, hol volt? 5 perc is indulok, és még 4-en ültek a kártyaasztalnál. Tudod? És láttam, hogy még másfél óra alsó hangon, és elkezdesz mindenre all-in mondani, és akkor viszont nagyon jön a lap, tudod? Már nagyon menned kéne, nézed a telefonodat, és nem tudsz veszteni. De azt miért nem lehet elfogadni, hogy te most nyerő szériában vagy, és maradsz még egy jó el? Lehet, csak tudod, de hol vagy, mikor jössz? Ja. Mit tudom, éjjel 1:30-kor jogos egy ilyen ráfirtató SMS régen, mikor kártyáztam, hát... hogy merre? 5 perc. 5 perc, és végignéztem az asztalon, tudod, és még akkor ültem be egy cashgame játékra, még 8-an ültünk, 5 perc, és én otthon, tudod. Láttam, hogy az elkövetkezően 2 órában esélytelen. Szóval sok mindenen kell szemet húgyni. Juli, nincs még itt? Nincs, én meghallgattam volna. Ételre szoktatok mondani véleményt? Hogy ételre? Ha párod készít valamit. Ja, ételre. Étel. Ja, ételt értettem. És akkor megmondod a tutit, hogy hát... Ott meg. Igen. Van az a nő, aki ezen feszkózik? Szerintem igen. Nálunk nincs ilyen szituáció, mert ugye én vagyok. A konyha a te területed, igen. Konyhában, de azért kérdeztem, hogy arra van sértődés. De akkor is olyan, akkor is az az oka, hogy ő is érzi, hogy egy picit most nem olyan. Nem olyan sikerült, mint amilyenre máshoz sikerült. Csak ez a fidom? Há, jó. Akkor csinál te. Igen, legközelebb. Akkor csinál te. Jó, akkor majd te főzöl.
Én mindig azt sátadom, hogy megkóstoltatom vele, és nézem, mi van az arcán. És akkor... Édesem, kóstolt meg, most készítette. Az első falat azért, aki csinálta. És azt próbálom arcját. Szorított kesztyűvé. Arcjátékból leolvasni, hogy... Na, mit gondolsz, hol szúrtad el? Vajon mi lesz, igen. Szóval, hogy azért a pasiknak is van mi fölött szemet húnyi. Na, de meghallgatjuk akkor férfi hallgatóink véleményét, jó? Hogy mi felett kell szemet húnyi, ha nem akarsz veszekedést? Mit kell elnézni, mire nem szabad rákérdezni? Mi az, amit jobb elhallgatni, hogy ne legyen otthon veszekedés? Jó, írjátok meg nekünk, SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Gyerekek, megdöbbentő dolgokat tudok meg itt reggel a téma mellett. Elképesztő. Na. Tehát, nálunk mindig be van ugye kapcsolva az egyik kereskedelmi tévének a reggeli műsora. És éppen a Kiszel család ül benn. Uh-huh. A Kiszel Tünde, meg a kislánya, a kis Donatella. De nem ez a megdöbbentő a dologban, mert ők azért ugye a kis Stracciatella. Nem, most nem erre gondolom. Hanem, hogy tök helyesre egyébként, mármint a kislány. Hogy bent ül a Kiszelnek a testvére? Én nem tudtam, hogy van a Kiszel Tündének testvére. Hát egyszer van. Beszéltünk vele adásban, a Tüncit akartunk. Én hamar elfelejtek minden. Mondjuk ezt megértem. Nem, hát van akiket gyorsan ki akarsz takarítani a tudat. És igen, és van hívtuk, és ő igen, és ő az. És döbbenet. És mit látok alá odaírva, hogy Kiszel, nem tudom, Csilla, Fülor Gégész, genetikus? Bizony. Tehát döbbenet, hogy hát, hogy az hogy alma meg a fája. Mi? Két testvér ilyen messzire kerülni egymástól. Hát, más műfajban értek a csúcsra. Hogy lehet az egyik ennyire okos? Okosabb. Hogy ilyen. Orvos, genetikus. Hogy az élet, tudtátok? Két hogy teljesen más területén tudott nagyon sikeres lenni mindenkit. Nagyot alkotni, ugye? És hát még én nem tudtam, megdöbbentő. Ti tudtátok ezt, hogy orvos genetikus? Én tudtam, és... Jár is hozzá. Te jársz hozzá? De, hogy nem. Nem. Tud. Igen, nagyon fura egyébként. Ugye arról beszélgetünk, hogy mit kell egy pasinak elviselni egy párkapcsolatban, vagy nem is elviselni, pontosabban inkább szemet húnyi felette, ha nem akar veszekedést. Ugye pénteken volt egy témánk, miszerint egy kutatás megmutatta, hogy a nőknek mit kell elviselni, és egyben tanácsot is adott, hogy mit csináljanak a nők, ha nem akarnak veszekedést egy párkapcsolatban, viseld el a barátait, ne szóld meg, hogy sörszagú, ha két naponta fürdik, akkor ezt próbáld elnézni. Most ennek a témának az ellenkezőjét csináljuk, vagyis pasikat kértünk arra, hogy írjanak nekünk, hogy egy nőnél, ha párkapcsolatban élnek, mindegy, hogy most barátnő, vagy feleség, vagy akár szerető, mit jobb elviselni, min jobb átnézni, vagy szemet húnyni felette, ha az ember nem akar konfliktust. És ha fura módon néhányan ugyanezeket megírták a feleségükkel kapcsolatban. Sőrszagú, egy hete nem most. Igen, és nagyon-nagyon bajszos. Igen, ezt egyébként többen elküldték nekünk. Na, nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak elkeseredett hangvételben a mi férfi hallgatóink. Azt mondja, ha kicsit jobban ki van pakolva a mellehúsia, és szóvá teszed, na ott kőkövön nem marad. Ő túl sokat mutat, anya? Én annak örülök. Hát most az miért nem vagy büszke? Vagy már nem olyan szerinted, sőt ki lehet rakni? Ja, másére, vagy pedig a saját? Nem, a saját. Ja, a saját. Én ezzel körülök. Én is értem, igen. De nem, hát de, ő kirakja, jó. Jól néz ki, hanem... Rakja ki. Rakja, én büszke vagyok. Persze. Leendő apukaként megtanultam, áldott állapotban lévő nőnek mindig igaza van, ami zöld, a zöld ír egy hallgatónk. Ha megtudom, hogy írtál a Balázséknak a következő 2 évben, a bal kezed lesz az egyetlen idegen a szórakozásaidban. Micsoda? Feleségem SMS-e 20 perce van, mi kérdésetek? Te választottad. Atya Isten, azért ez kemény. Mikor a papucsodat az övé mellett rugott le, és véletlen pont a tiédbe botlik bele, és akkor jön a duma, hogy mindent szanaszét hagysz. Pedig nem tettél már, csak a saját papucsodat mellé rúgtad le. Igen. Tipikus probléma, ha új ruhát vett, és te szemrehányóan megszólod, hogy megint egy új ruha, drágám, mire a válasz, ez már régóta megvan, jó, csak még nem vettem föl, valamint nincs egy rongyom se, a szekrény pedig dagad napról napra, ír a gyuszmók. Teljesen tipikus. De ismerem. Hogy van az, hogy tényleg a nők
90%-a úgy tud állni a ruhás szekrénye előtt, hogy azt gondolja, hogy semmit nem tud felvenni. Túl sok szerintem benne a cucc. Nem lát át rajta, igen. Aha, ugye? Igen, és vannak elbújva a sarok között. Csak a szemed hunyva, te azt mondja, jó, elengeded ezt a megjegyzést, mert hogy te fel tudnál mit venni, ha nő lennél, de ő nem tud mit venni. Így van. Nincs egy rongyon sem, csak egy csomó patent ruhád. Igen, és az egyik se jó. Híztam? Jó válasz, miből gondolod? De szép. Milyen diplomatikus? Híztam? Miből gondolod? Igen. Hmm. Igen. Hát igen, igen. Hát, de ugyanakkor tudom. Valaki írja például ezt, a nekem így vagy szép, vagy én így szeretlek. Azt kell, a hibáztál, ott vége van. Akkor így van. Hibáztál. Miért másnak már nem jövök be szerinted? Csak neked? Igen. Ha lát egy jó csajt az utcán, és megkérdezi tőled, hogy szerinted jól nézett ki? Az tipikus. Na, igen, az, annak például nálunk nincs ez a kérdezgetés. Igen, arra mit mondasz? Mert már megölte a szemével. Igen. Kit kérdezne meg? Ne igen, hülyeskedj. Miért bántan egy élő halottat? Hisz ő már halott. Neki már fejben, de nem, ez nincs, arra mit mondhatod? Megmondhatod, hogy jól néz ki, nem? Nem. Vagy az nem, mert mit bámulsz másokat, már én neked nyilván nem vagyok elég, azért nézed azt a másik nőt, és egyébként nézd meg, rosszul van felöltözve. De a nők is megnézik a palikat, nem? Vagy nem, nem a nő hát úgy nézik meg. A nő a nőt nézi egyébként, igen. Ezt általában a férfiak mondják. Tehát a nők is megnézik a palikat. Miért egy nő nem néz meg egy palikat? Hát úgy szó-szó. De legalábbis nem olyan feltűnően szerintem, mint egy férfi. Szerintem bár nő... nálunk soha nem szokott ez lenni, hogy most csak egyszerűen megbökmúlni és mondja, hogy álljál már. Lássok, már nekem ciki. Most már tényleg kell. Nem, a nő nőt néz meg, és a szemével azonnal megöli. Tehát, de komolyan. De nem valami... megöli, kibelezi, megnyúzza, és keresztre feszíti. És utána öli meg. És még utána egyszer. Még egyszerre megöli. Mire a nők úgy gondolkodnak, hogy senki nem lehet jó nő? Hát az én párom senkit nem... Én ezt nem értem, ezt a gondolkodást. Miért ne nézhetném meg valakit? Mert mit nézegetsz? Értem, de mi baj van a nőkkel? Ha például egy nő megnéz egy palit, az engem nem zavar. Hát, mert nem nézi meg. Tehát ő téged néz, hogy te kit nézel maximum. Szerinted nem nézik meg? Szerintem nem. Hát, vagy ilyen nagyon-nagyon extra. Meg más típusok a gondolataik szerintem. Jó képű srác, erre gondol jó a nő. Jó képű srác, de jó lenne meginni vele egy feketét? Hát, szerintem sokkal durvábbra azért nem gondol. Igen? Jó mi képű, csoda? Sármos, jó felépő. Nyilván, mire gondol fel, hogy már ott érdel előtte? Tehát, hogy érted, azért valljuk őszintén a férfi, akkor meg... Hát ilyen odaadó férfi, betérdele. Igen, egy nagy gyémány gyűrűvel. Na, de hogy komolyra fordítva, de hogy a férfinek azért ennél sokkal meredekebbek a gondolatai. Tehát, hogy egy férfi gondolatban sokkal tovább megy szerintem, mint egy nő. Hát ezért csak a nők szemérmesek is nem vallják be. Erről csináltunk egyszer egy témát, ha emlékeztek, és ott az volt, hogy baráti társaságban, ha vannak csajok, tehát négy nő elmegy valahova, ott olyan durva van, hogy ülsz a kávézóba, és elmegy egy hím. De szerintem negyed annyira nem durva, mint ahogy a palik tolják. Igen. Uh-huh. Kicsit reménykedem. Meg ez a baráti társaság, ez otthon, érted, a barátnők között. Aha. De amikor egy férfi meglát valakit az utcán, akkor érted, az már valljuk be őszintén, ez lélekben már ott a zebrán a pirosban. A dudál autó. Még át se ért, de már meg volt. Van az a kérdés, ami felett jobb szemet hunyni írja egy hallgató. Ha azt mondom, nem ízlik a főszöd, akkor erre azt mondja, főzön neked anyád, és többet nem csinál semmit. Júj, de szép. Azért az nagyon szép. Egyébként ezt se szeretik. Hogy? A nők szerintem az összehasonlítást, hogy anyám De az egyébként szerintem joggal. Hát az 40 évesen még mindig anyád főzőhez hasonlítod, aha, a feleséged főzőhez, akkor te vagy a beteg. Anyád túrogombolca. Új... Ja, miért az enyém milyen? Nem, de az a dedó, nem? Hogy anyám tette be a krumplilevesbe egy kis kaprot, te miért nem teszel? Igen, nem, az, hát, az nem a gyerekkori íze. Hát... Ha mennyi haza, aztán főzessé anyáddal, hogy volt az üvegtigrisben. Sok köze a mamának nem volt a krumplileves ezt a kaprot, nem? Hogy hozzáteszem. Hát jó, hát fúziós konyha volt. Nem hallottam még a jó kapros krumplilevesről? Hát vannak tájegységek, ahol így csinálják. Ilyen, te híres kapros, túrogom, moccos krumplileves. Fantasztikus étel egyébként. Hát nehéz. Azon gondolkozom, hogy kinek kell jobban szemet hunnia. Nekünk, a nők dolgai felett, vagy pont fordítva, de mindenkinek van. Egyébként. Szerintem nekünk. Igen. Az én páromat a cipőkkel tudom az őrületbe kergetni, azt mondja, hogy neki elég egy sportcipő, neked minek ennyi, főleg amikor panaszkodom, hogy feltöri a lábam, írja Beatrix.
Ez is egy érdekes dolog a nőknél egyébként. A cipő? Ez a cipő, hogy a századik számodra tökéletesen ugyanolyan cipőt veszi meg, és azt mondja, hogy nézd, milyen szép. Uh-huh. És nem tudsz különbséget tenni. Más, mert az egyikben egy ilyen kék csík van, igen, de egy 1 milliméteres, tehát csak nagyon közelről látod, a másikban pedig piros, és az a ruhához úgy illik, és te egyébként meg nem értesz. Na hozzá, de várjál, és de ezt már nagyon régen megvettem. A többi nő viszont, mivel ugyanúgy gondolkodik, mint a feleséged, ezt kiszúrja és értékeli. Nem, tehát látja. Tehát azt a csíkot akkor látok. A többi nő látja. A másik cipő látja. Az biztos, persze, csak te nem veszed észre, mert nem tudod megmondani, hogy ez egy centivel nagyobb a sarka, vagy nem. A nők is megnézik a parikat, csak nem veszed észre, mert jobb a perifériás látásuk, írja Levi. Aha. Nem valószínű, az lehet, hogy a nők talán megnézik ugyanúgy a parikat, csak diszkrétebben. Nem? Tehát te megbámulsz egy nőt, és kiesik a szemed, a nő pedig ilyen sunyin néz. Most melyik a jobb, akkor inkább őszintén nézzem bámulva, mint sunyin titokban, nem? Hát, ha párkapcsolatban élsz, akkor lehet, hogy jobb a sunyiskodás. A női perifériás látás, hogy egy férfi feneket megnéz. Hol feltűnő, hogyha egy nő megbámulja egy férfinek a melleit, nem? Kinek tűnik az fel? Az exem megnézett egy palit, egy Pétert, egy Gábort. Na jó van. Azt mondja, hogy decukik vagytok, mindig megbámuljuk a pasikat, és közben kreatív gondolataink vannak. Na, egyszer belelátnék egy nő agyába, hogy megy egy... Mert tudjuk, hogy egy férfi mit gondol egy jó nőről, ha látta az utcán, nem? Te nem tudsz másra gondolni nagyon, nem? Hogy nő lát egy jó férfit, ugyanazt gondolja? Hogy úgy de jó lenne, ha? Hát látod, ugyanúgy, ugyanazokkal a szavakkal. Itt vannak, jönnek az SMS-ek folyamatosan. Igen. De jó. Másképp húz ma le a metróba, mi? Másképp mész ma le, vagy megnyugodtál kicsit? Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Tényleg is sokkal észreveszed, hogy valaki néz is. Na, mit csinálunk most a fejedben? Te átszálsz egy másik szerelvény. Te a deákon átszálsz a kettes metropolon. Most pedig elfordulsz és az újságodat olvasod. Még ez is. Halló, jó reggel! Ciao, sziasztok, jó reggel! Szia, hello! Hello, szia! Hello! Laci? Így van, így van. Laci, mi újság? Minden rendben, köszönöm szépen, épp készülök, utazni fogok. Hova mész? Hát most Debrecenben vagyok, és hamarosan jövök fel Budapestre. Ó, és mit csinálsz itt? Testen? Hát van egy üzletem, amit építgetek, és azzal fogok foglalkozni, most partnereket látogatom még. Partnerek? Az izgi. Illetve rendő partnereket. Uh-huh, jól van. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt látom, hogy hát szosza, az első az menni fog, a második azért már egy picit nehezebb, feltéve, ha nincsen internet. Na, meglátjuk, mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbaakasztóért. Melyik sziget legnagyobb városa? Palermo. Olaszország, Szicília. Így van, a második a jó. A második kérdés, hogy milyen jelleg? Milyen témakat? Sport. Kvíz. Szuper. Pont a vagyok a leggyengébb. Kvíz. Sport. Hát akkor állj meg. De most egy nyakbaakasztó. Hát persze. Szuper. De nem áll. Nem áll. Menjünk tovább. Hát azt mondta, hogy sport van a leggyengébb. De jó, de nagyon jó az a nyakbaakasztó, de hát most kiküldünk egy nyakbaakasztót. Nem jobb egy biztos nyakbaakasztó, mint a nagy büdös semmi? Igen. Mondjuk érdekem, tetszik ez a kis finom megfedés. Sport, szuper, abba vagyok a leggyengébb. Azért érted, légy szíves. A személyes paranója kicsit ki, igen. Kedvan, megyek fel, megmutatom az üzletet, látszott, partnereket hát keresem, nekem. Köszi szépen. Ti is olyan jó fejek vagytok. Cserélj meg a harmadikkal, mondd azt előre, legyen az a második kérdés. A harmadik, mert neki a sportkérdés a nagyon nehéz, tehát az legyen a harmadik. Aha, Feri, ez nem kívánság műsor. Jó, én csak adtam egy alternatívát, azért ne csesz már. Ez nem a Csabi műsora. Én veled ez vagyok. Ez egy szigorú háromasugrás játék, a Jani beírta a második kérdést, az lesz. Menjünk a második kérdésre. Én megálltam volna. Így szól a második kérdés. Hányszoros olimpiai bajnok Darnyi Tamás? Húha. Jobbat volna megállni. Én mondtam? Miért nem álltál meg? Elmondtad, hogy sportban nem vagy jó. Nem látod? Én hajszoltam bele. A Feri belehajszol. Én alternatívát adtam, hogy cseréljük meg a két kérdést. Na? Feri beleköt a farkas verembe. Szerencsén van interneted. Na. A harmadikra nem várunk ennyit. Akkor tájunk meg. Bár attól függ, az milyen jelegű? Milyen témakor? Ezt már meg sem mondom. Nem sport. Aki internetet használ, annak legyen annyi nehezítés, hogy nem tudja, hogy milyen a harmadik kérdés.
Internetet persze nem tilos használni. Nem tilos. Mindent elmondjuk. Jó, akkor álljunk meg. Akkor ez a biztos, megvan a első kettő, és akkor megjön. Óra nélkül itt hagyni ezt a játékot, de komolyan. Na, már megint kezdem, Feri, most tényleg miért akarod? Jó, megálltál? Alá küldeni. Megállunk. Jól van, akkor elküldjük neked ezt, jó? Itt van egy nagyon jó sztorim a témához, ha még beleférő ugyanidőben. Na, mondd. Hát igazából az ismerkedés elején volt egy hölgyel, ugye a mobil alkalmazáson rövid szöveges üzeneteket váltottunk, ami ingyenes, majd közölte a hölgy, hogy a munkahelyen volt, hogy ő azzal fog menni, és valószínűleg nem lesz internet, illetve wifi közelében, ezért nem nagyon fog tudni válaszolgatni. És ebben a pillanatban egy másik számra jött egy üzenet, szintén ezzel a mobil alkalmazáson, hogy hello idegen. És hát gondoltam, erre nem válaszolok, mert azt sem tudtam, hogy ki az, vagy hogy kíván beszélek. Majd a hölgyel folytatva az eredeti számon a beszélgetést, azt írtam, hogy este, ha hazaérek, akkor fogok tudni írni, de valószínűleg arra sem fogsz válaszolni, mert most se válaszolsz. És én nem értettem a dolgot, és írtam, hogy de hát válaszolok, és akkor mondta, hogy ja, hát ő írt a másik számon is. Na most ebben, amit látok kivetni a út, az az, hogyha viszont írtam volna a másik számra, akkor valószínűleg az lett volna, hogy nem tudom meg egyből, hogy kiről van szó. És akkor lecsesz ezért, hogy te mindenkinek válaszolgatsz. Igen, pontosan, pontosan. Na mondd vissza, Jani. De most talán, hogy nem értitek. Hogy a másik számról írok neked. Akkor meg azért cseszte volna le. Ez az. A vége megvan. Dió, van ennyi, nem? Van egy harmadik csavar is a sztoriban, mert elnézést, hogy közbe álljuk. Amikor ezt mondtam, hogy azért nem írtam, mert ez lett volna, akkor az jött, hogy nekem üldözési mániám van. Aha. Ja. És jártatok? Igen, ebből nehéz volt jól kijönni, ebből a sztoriból. Jártatok? Még, mindig. Ja, még tart. Hát, ó, te szegény. És a szakmeccs van. Hát szereted a kihívásokat. Igen. Na, de a harmadiknak csak nem mentél neki. És még mindig írogat idegen számokról, hogy hát, ha bedőlsz? Ha. Nem. Azóta előre vittünk egy lépést, most már hívogat idegen számokról. Tehát vannak benne ilyen dolgok, de egyébként nagyon rendes tány, tehát az elején vannak ilyen nehézségek, de utána ezt megfelelően kezeli az ember, akkor ez egy szép alassal. Mióta vagytok együtt? Hát körülbelül 4 hónapja. És most idegen számról hívogat éppen? Nem, csak vannak olyan esetek, amikor ugye a munkahelyen akár felhívja vezetékes számból, és vannak olyan automaták, amik ugye ezt automatikusan csatlakoztatják egy mobil számhoz, és ezt ugye nem is van. És nem szokott elváltoztatott hangon belebeszélni, meg randira hívni, ilyeneket nem csinál? Ő nem, de ez jó tipp, mert ezt én megpróbálom fordítani. De fogadjunk. Én nagyobb készpénz összegben fogadnak, hogy 2 hónapon belül próbára tesz az egyik barátnőjével. Biztos vagyok benne. Ez a típus megcsinálja. Szól a barátnőjének, hogy hívjon föl téged, vagy írjon SMS-t, és akkor... Ilyen típus is volt. Ő ugye ő közösségi portálon jelölgetett folyamatosan, és akkor általában ott az már megakadt az ismerkedés, hogy szia, nagyon szimpatikus vagy, és én visszaírtam, hogy igen, és mi alapján. És akkor otthon már egy megérezett konyhakést várt. De nem akarod elvenni, nem? Nem, hát az a hány, ez már a múlté. Ja. Én a mostanira kérdeztem. Szokott követni szokott? Nem, azért nincsenek ilyen problémák. De most miért vagy ilyen? Jó, azért biztos óvatosan a házassággal, még várj egy kicsit szerintem. Figyelj. Tesztel. Miért? A Bubiknak is most megy a második tesztüzem, mondjuk. Védekeztek? Ez jó kérdés. Mi ellen? A tesztelés ellen? Nem. Az ilyen típus az előbb-utóbb ott ül majd egy gyerekkel. Ezt neked szültem! Gyere le! Ezt a gyerek a tiéd is! Ez is. Ez a típus, ez megjelenik utána. Ne haragudj, elfelejtettem bevenni. Elfelejtettem. Hát 4 hónapos terhes vagyok. A kutya fáját, hogy elront az idő? Ja, esemény előtti! Ó, de hülye vagyok. Vigyázzál! Jó van, köszi. Ciao. Szia. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Idegen számról hívogatod a pasidat, hogy bedőle, azért az erős, nem? Masszív paranoia, nem? Igen, rögtön. Mi lesz majd nem is jártak. Mi lesz majd 1-2 év után, igen. 2 perc, pontosan 9 óra kedv van, ez azt jelenti, hogy Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után.
Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:10 lesz, pontosan 4 perc múlva jó reggelt mindenkinek. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ma egy kicsit kevesebb a közlekedési hírünk, de ez nem baj. Van egy-kettő. Egér úton kisebb fennakadás, sávlezárás miatt, ezt Gergő írta. Igen, ott most egészen befelé. Sokáig befelé, ugye? Azt ott csinálják. Hát ott van egy felüljáró, ami alatt lezárták. Igen. Az egyik sávot, de nem látni még, hogy mit akarnak. Tehát, hogy felújítás van, vagy valami ilyen. Ott valamit ügyködnek. Igen. Öttevény belterületén trafi egy Fejér Szeádból mindkét irányt méri, ezt Laci küldte nekünk. Már jár a 4-es 6-os Budára, ezt Nikosz üzeni. Valamint az M35-ös és a 4-es út találkozásánál aktívan áldogálnak a rendőrök, és mérnek is, Zső Papi küldte nekünk. Nyíregyháza előtt Debrecen felől van egy trafi a 4-esen, valamint Török Bálint is ért között, figyeljünk a sok eső miatt. Igen, tehát ott is sok a rendőr. Majdnem ráfutottam. Pécsen az 56-oson két autó ütközött, félpályás útzár van, ezt Száraz Vörös küldte nekünk, valamint a Robert Károly és a Lehel úti kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, rendőrök irányítanak. Ez a dugó oka. Mert hogy ezt is többen kérdezték, mi pedig már is Tibivel folytatjuk. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire? Hey! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Oh! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Hey! Tibi! Tibi! Kaka-kasza-tibi, kaka-kasza-tibi. Tibi! Tibi! Olyan döbbenetesen együtt éreztem veletek a fekete-fehér igennem alatt, hogy egy ilyen együttérzést már régen éreztem. Tehát, hogy én nem is értettem, hogy ez passzivitás irányába ezt miért nem toltátok el. Tehát számomra olyan nyilvánvaló volt, egy A4-es papírlapról jöttek és de szereted a vastag Túró Rudit? De a vastag csoki réteges Túró Rudit szereted? Nagyon szereted a vastag réteges Túró Rudit? A gyerekeid is szeretik a vastag csoki réteges? Ugye, Bea játékát mondod. Hát igen. Valószínűleg tényleg papírról olvasott, de hogy az véleményes, hogy most papírról olvas vagy nem, valószínűleg megírt kérdések voltak, igen. Tehát ez ugye de passzívnak nem volt. Ugye passzív. Így lehet csalni ebben, hogy azt mondom, hogy akkor én kérdezek, és akkor annak idején a Barkóba volt ilyen, ami hallgatóként egyébként rohadt bosszantó volt, amikor hallgattad, hogy elkezd kérdezni az ember, akinek fogalma nincsen az egészről, és elkezd kérdezni, hogy nagyobb, mint egy asztal? Nem. De egy nagyobb asztal alatt elfér? Nem. Kisebb asztalra rátehető? Nem. De négy lábú, takarodjál! Hagyd az asztal! Igen, tehát, és nem tudtad, és hallgatóként nem volt élvezetes, mert olyan baromságot kérdezett, hogy már rugdostad a saját autómagmódat, hogy hagyjál áramba. Tényleg barkobáztunk is, ez nem is emlékeztem. Ja. De jó volt az. De egy sarokba tolt asztal alatt elfér? Egy kis asztal alatt a sarokban, a nagy asztal nagyobb, alatt. Mint a sarki asztal alatti asztal? Tehát, hogy ilyen teljesen zsákutcák voltak, és nem tudtad belőle kivinni, és utána rákérdezett, mi az anyám? Nem, igen, mivel volt. Foglalkoz, asztalos vagy. Tegnap egy ilyen kollektív tudati összekapcsolódás történt az országban, amivel te nem fog tudni azonosulni, Balázs, de egy picit próbálom neked úgy felvezetni, hogy te is érezd. Te is átérezd, hogy mi történt. Tegnap este 11-kor elkészültem, kis témámmal leváznatoztam, miről fogok ma beszélni, és ekkor pont készültem aludni, rájöttem, hogy idővel le fogok feküdni, és ekkor beütött a baj. Az egyetlen dolog, amit hogyha meglátok, akkor mindig muszáj végignéznem. Hú, de utálom. Hú. Csak egy picit hadd szólaljanak meg. Várj, figyelj, ez már végeztél. És? Úristen, a világból ki lehet üldözni. Nézd meg, mindenki jó kell. Mindenki táncol. Kevés film van, amit nem bírok végignézni. Én nagyon szeretem, de ez rettenetes ez a szám. Több rettenetes szám van benne szerintem. Sikjön a jó, figyeld. Bugi. Atyaisten. A legutóbb ezt egy autós moziban láttam együtt. De stílusos. Annyira szenvedtem, sose vártam még ennyire autós mozinak a végét. Papa! Papa! Nem jó? Én utálom.
Figyeljetek, mekkora boldogság. Elindult a film, vagy valahogy az egyharmadánál kapcsolódtam be, nagyon rossz szinkronnal, tehát ilyen semmi, milliószor láttam már DVD-n, de hogy ez, add fel ez a nagy rész. Nem bírom végig, nem bírok belenézni. Tehát már látom, hogy ugrabugrálnak azokkal a hajak. Én nem szeretem. Tehát kevés film van, meg ki lehet üldözni a világból, ez az egyik. Mert figyelj, de konkrétan elkezdtem nézni, és figyelj, nem lehet letenni. Tehát egy olyan klasszikus, hogy konkrétan ott egy ország összefogott, egy ország együtt nézte, és állítólag azt már nem bírtam kivel, 4-3-kor még egyszer megismételték. Tehát ha abba belekezdek, akkor én innen, ide úgy jövök, hogy nem aludtam. Képes elég kétszer egymás után megnézni a Grease-t. A Grease-t gyerekkoromban volt, egy nap megnéztem négyszer. Tehát Danny Zuko. Mert én vagyok az újkori Danny Zuko, érted? Az a legnagyobb jelenet, amikor oda megy a csaja izéhez, a John Travoltához, és tudod, bemondja neki, hogy Danny, és tudod, a srác lazán visszadobja, ez a nevem, ne koptasd el. Nem? De akkor jó volt, de persze fiatalon, de most már megnézni, én nem bírom. Mondjad, hogy Tibi? Tibi. Ez a nevem, ne koptasd el. Úristen. Így van! Ugyan, nem érzel? Ehhez mi már túl kiégettek vagyunk. Már megvan a kedv, Feri. Úristen. Mindenki együtt! Jöhet a szerna. Na jó. Mi a téma? Hoztál valamit? Remélem, hogy... Megmondom őszintén, hogy azért nem lassan, a... már fél tíz. Nagyon, nagyon. Jó, nem mondd meg, neked nincs ilyen, amit milliószor láttál mondjuk DVD-n vagy Blu-ray-en, de hogyha tévébe adják, akkor muszáj vagy megnézni. Tehát a Kovinak a hótehénkét. A Rokko újra kőkemény. Rokko Sziféri. Igen. Rokko Casting 26. A soha nem mondj nemet. Soha nem mondj nemet Rokkónak. Az bármikor. De ezt nem. Mert ilyen például nekem a Star Wars is, hogy... Azt például igen. Ha hiába igen. Van meg DVD-n, hiába van bármi, amikor a TV-be adják, ugyan akkor olyan talált pénz, nem? Nekem a visszajövőbe ugyanez. Bár 1-2-3 visszajövő, vagy nyugat, vagy az alternatív 1985, vagy az 1955, bármikor visszajövőbe nem bírok fölállni. Láttad DVD milliószor, megvan, bármikor betehetnéd, de tévébe talált pénz. Az összeset, igen, tévébe talált pénz, az összes dumát tudod kívülről, mindegyiket mondod, ott van, azt végig kell nézni. Meg van egy-két jó film vannak is egyébként. Vannak ilyenek. Én a Predatorba bármikor, hogyha beleakadok, akkor azt biztos, hogy végignézem. Az Alien filmek is egyébként ilyenek. Sárkány közben lép Bruce Lee-től. Bármikor végig tudom nézni, imádom. Úgyhogy van egy például tenger alatt járó. Bármikor, bárhol meglátom, leülök és nézem. Vadászat a Vörös Októberre, óriási. Hajjaj. Óriási. Ezek zseniális filmek. Az meg van, de ezt bútot mondom. Igen. De egyébként a Vadászt a Vörös Októberben nem lehet vontatott hangradar? Ilyen közel a hajócsavar. Egyetlen pendítés, vasszik. Egyetlen pendítés. Óriási, persze, hát ezt imádom. Ezek jó filmek. De Grease, hát az egy kelés a filmtörténet testén. Egy gennyes kelés. Egy szörnyű gicsparádé. Na utoljára mindenki az utakon, hogy? Úristen. Na, mondd a témát, mert tényleg elhányom magam. Na jó. Hidd el, nincs ebben ennyi. Figyú, megmondom őszintén, hogy nem igazából a kollektív összekapcsolódás és a Grease az, az a bőkért csőrödött, hogy Olivia Newton-John és John Travolta nem csinál mostanában közös filmeket a Rockabilly korszakról. A Grease kettőt, igen. Nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tényleg nincs ebben ennyi. Szólok, hidd nekem. Hidd el, hogy van, nincs ebben ennyi. Nálad van a pöcskorú bácsod. Na, miből ki a csőrödön? Lementünk nyaralni, volt a családnak, illetve pontosabban a Nagyiméknak volt nyaralója Kunfehértón, és ott már ugye az egész utca a szépen lassan ugye kiöregedett, és mindenki elkezdte kiadogatni a nyaralóit, tehát már sehol nem az lakik benne, aki tényleg építette. És gyakorlatilag csak olyan emberek, szerintem mi vagyunk az egyetlen, aki ilyen eredeti tulaj, és gyakorlatilag csak ilyen albérlőkkel, meg ilyen nyaraló, ilyen lázadó pubertás hordákkal tudsz már együtt nyaralni Kunfehértón.
És konkrétan volt egy szituáció, hát milliószor gyakran nem lehetne pihenni, mert ilyen két napokat töltenek lenni, ilyen 8-10 fős ilyen hordák lejönnek ott rabolni, és ők konkrétan úgy nyaralnak, hogyha hajnali 4-5-ig nem szól teli gázon az Avicii, akkor nem buli a buli. Tehát, hogy ők úgy egy jó Avicii, hát az. Egy jó Avicii, és konkrétan az van, hogy nem lehet megmaradni. Tehát, hogy megillett a költöző madarak után a költöző halak fogalma. Tehát, hogy ilyen kis hátizsákkal mennek át más folyómedrekbe, meg nem tudom. Tehát olyan hangerővel megy a bulizás, tehát ugye ő két napig van ott, őt nem érdekli. Tehát nem akar jószomszédi viszonyt ápolni. Akkor is zavarna nagy hangerő, hogyha mondjuk Kasszatibit hallgatnának? Te hülye vagy, átmennék, etetném, itatnám őket egész héten. Mindenki a vendégem. Hallottátok. De hogy tényleg egyébként most nem akarom elviccelni, tényleg elviselhetetlen szinten, tehát tényleg az, hogy nem tudsz pihenni, az egész utca zeng a dologtól. Nem lehet, hogy nem fiatalok, hanem azok az idősek, akikkel annak idején te is cseperedtél kiskorodban, csak a hallásuk már némiképp megromlott, így igen, évek során. És a halvány őszi rózsát akarták valójában hallgatni, csak az Avicii-re bögtek rá a Deezeren, igen, nyilván. De és próbáltam ebbe egy legális megoldást, tehát nem az, hogy átmész és fölgyújtod a hifi tornyát, hanem akkor nézzük, a bátyám fölhívta a helyi rendőrséget, hogy bejelenteni, hogy öröt körül vannak olyan jellegű távlati terveink, hogy lefeküdnénk aludni, hogyha úgy van ilyen nyaraló területen. A rendőrség végighallgatta szépen, hogy a bátyám elmondja, hogy hát ez van, az van, majd igazából csak annyit hallottunk, az volt a válasz, hogy és fogták. Letették a telefon. Halálos lazassággal. Tehát, hogy Józsi, tegyed, nyom már rá, hagyjad már, majd mindjárt megnyugszanak. Tök jó harcok. Majd mindjárt megnyugszanak. Most csak ezzel kapcsolatban csak annyi a problémám, hogy ehhez képest te fogod magad, két-három ilyen ketrecharcos visszavonult haveroddal átmész, és nagyon izébb beletenyerelted őket az aszfaltba, hogy elfelejtsék, hogy valaha hallottak Avicii-t, akkor viszont ne fél kijönnek. Tehát, hogyha ha átmész... Mert az már erőszak, de ez meg egy üdülő terület, ahol mindenki üdül. Pihenget, valaki Avicii-vel pihen. De azért az megvan, Tibi, hogy ez már végérvényesen a B oldal, hogyha már feléletetek a bulizó fiatalokat a rendőrséggel. Hogy régen ott nyomtuk mi is velük, és most már azon oldalon vagyunk, ahol éjjel körül megszenderednél egy kicsit, és zavar, hogy hangosan bulizek, nem tudok aludni. A rohadt életben miért nem halkítják? És tényleg így van. Tényleg így. Ez a B oldal. Ez erősen a B oldal. Azt én hozzáteszem, hogy ez igaz. Tehát, hogy igen, hogy ilyenkor fiatalon azt mondanád mit, hogy átmész egy üvegitalral, és én is. Vagy átmész egy üvegitalral, és én is itt vagyok. Nem mész át, mert nálad is ott vannak a haverjaid, 22 évesek vagytok, masszívan csajoztok, bulisztok, és rohadtul nem zavar, hogy mi van a szomszédban, mert a saját buliddal vagy elfoglalva. Ehhez mit csinálnál? Már aludnál. Megölted az összes szúnyogot a párnával, bekapcsoltad a kis infralámpát, hogy este ki tudjál menni pisilni a sötétbe, hogy egy kis konnektorokba berúgtad a jelzőfényeket, és aztán azt mondod, aludnál, és buliznál. Régen eszedbe nem jutott, hogy intézkedjél. Mondjuk nálunk intézkedett apám. Tehát mondjuk a rendőröket kihívni, az már nekem az, nem hívnám. Nem, reggel 5-kor. Nem hívnám ki őket. Hagyjad, mert álszedeskedj. Nem hívnám ki őket. Nekem az egy elvi kérdés. Ha a gyerek sír, ott van mondjuk tök telen, vagy mondjuk nyaralsz. Ez a gyereket tolom magam előtt. A gyerek alatt a Gábort, érted? A gyerek úgy az, hogy a gyerek 9-kor se ébredt föl reggel. Igen, de nyilván nálatok más, ahol mert te általában a privát szigeteken nyaralsz, ahol igazából csak a környező benszülött törzsek tudnak átjönni ajándék kókuszdióval. Rendőrt hívni az nagyon nyuggeres. Az már nagyon papás. De mit csinálj? Elnézést, a szomszédunkban van egy huligán társaság. Igen, jöjjenek ki, és vessenek véget ennek a szörnyű ricsajnak. Ennek a szörnyű rendbontásnak. Nem áll? Már adhatod is az alternatívákat, csak azért csupa fül vagyok. Tehát ott semmit. Van egy csapat. Van egy bebukott éjszakán. Lángokban áll a szomszéd. A nádas rágyújtották a kócsagokra. Gyerekek, rendőrt hívni az papper. Jó, tehát az nagyon papper. Segített, tehát itt is már jöhet is az alternatív. Belakok egy jó 1600-os hifi odafordít. Beraksz egy jó filmet, és a vúgnak a fürgelókalábak főcímzené elnyomja majd az Avicii. Nem, hát egy nagy hifit fölteszed és piszolt belőle. Tekerem a fölhúzom arról. Nem, rendőrt nem hívok. Tehát rendőrt akkor hívok, ha éppen, mit tudom, fél literes vodkás üvegeket dobálnak a kertembe. Na, gyere, de ez történt. Láttuk a műsorodat, megdugunk téged is, meg anyárat is. Ha itt van, ha nem jössz át, mi megyünk. Akkor lehet, hogy rendőrt hívok. De az most egy társaság, megértem, hogy az ember nem tud aludni, rohadt bosszantó, de rendőrt hívni, az már kicsit az a generációnk szemenköpése, érted? A rendőrhívás, az már egy ilyen...
Már de mi is ott tartunk, hogy rendőrt hívunk? Nem, az a baj, hogy igazából én a B-tervet javasoltam, menjünk át, és irodatlan módon vágdossuk őket szájba, csak aztán rájöttem, hogy nem tudok verekedni. Tudod? Igen, egyedül vagy, nagyon sokan vannak, fiatalok, erősebbek. Igen, és a kajakkenu válogatott bulizott, aki egyetlen egy ember, aki egy nő, az is agyonvert volna. Rendőr, tehát az önvalónk, a generációnk, a fiatalságunk szemenköpése. Ezzel a feljelentéssel temettétek el Gáborral együtt a fiatalságotokat. Vége, ott végérvényesen átálltál az erős sötét oldalára, rendőrt hívsz a bulizó fiatalokra. Ez a világ vége. De, és akkor azt mondod ezzel, tehát, hogy semmi olyan dologra ne reagálj, tehát hogyha a szomszédot szétmérgezi, akár nyaralóhelyen, nem nyaralóhelyen, akkor te üljél ott, szorongjál a lakásodban, azt hallgassad. Szerintem van a kárnyalató. Kérdés, hogy minden este csinálják. Kérdés, hogy milyen stílusban csinálják. Kérdés, hogy valóban zaklatnak-e más ingatlan vagy bérlő tulajdonosokat. Nem, sem, mindenki más olyan ipari füldugóval az, hogy senki nem hallja az utcát. Nem, tehát az a baj... Olyan esetet vázolt, hogy egyszer buliznak, ha az a kéthetes nyaralásodon minden este 8 órán keresztül történik, és nőket erőszakolnak meg a kertben, akkor azért hívjál rendőrt, de most egy egyszeri esetet mondok, azt hogy még, nem hívnék nem rendőrt. Nem tettem hozzá, hogy szüzeket áldoznak. Tehát, hogy szüzeket, egy kecskéket ölnek meg, és szamarakkal közösülnek, hívjál rendőrt mindenkinek. De nem, de nyilván arról van szó, hogy kiöregedett a tulajdonosi réteg, és ez egy folyamatos dolog, ugye, hiszen ezek egyfolytában albérletbe ki vannak adva, és ezt mondtam, hogy ez egy generációs dolog, és én elfogadom, hogy ilyen rohadt öreg vagyok. Én már nem akarok reggel 5-kor egy jó szkútert, egy jó Avicii-t a falamon hallgatni. Jó kis bekindeljük, de nem lesz, mert te is nyomsz egy ellenszkútert. De az nem igaz egyébként, hogy nem akarok valamit hallgatni, mert... Ez mehet! Na nyomd ezt ezerrel szemben! Szomszédom! A világ vége. Grízt hallgatsz, és fölhívod a rendőröket, hogy buliznak a fiatalok. Úristen, én egy ilyen világban se akarok élni, ahol ez jön, hogy Tibi grízt hallgat, és rendőröket hív, ha buliznak. Istenem, nem akarok ilyen világ, meg akarok halni. De nem érted, te mit csinálnál? Elkezdenéd marokkövekkel dobálni, vagy mit csinálsz? Nem, nézd meg, én ezt csináltam volna, és akkor történt volna valami előrelépés is az ügybe. Jó napot kívánok! Azért telefonálok, mert lejöttünk ide egy hétre pihenni. Egy hétre ide, Kunfehér Tóra, és ezek miatt, a srácok miatt, akik a szomszédba éjjel-nappal, szívem, hallgatos már el a gyereket! Így kell beszélnem a feleségemmel. A gyerek nem tud aludni napokon. Na ennyi. És mi kell hozzá, semmi internet, YouTube. Na, te meg itt rendőrt hívsz, látod? Mondom, megnéznélek és téged. Manást, megnéznélek téged. Tehát most itt artoskodsz, nem fogod megadni, nem baj. Nem. Most ezért. Aláírom, hogy bosszantok. Aláírom, hogy tönkreteszél. Én mindent aláírok. A rendőrhívás, ott az nekem elment. Jó, most ez elment. Az elment. Nem hívunk rendőrt neked. Fiatalokra, mert buliznak. Ezért most azt kívánom neked, amikor a következő privát Maldív-szigeteki nyaralásra mész, amikor a következő a privát Maldív-szigetekre landolsz a privát jeteddel, és ott a privát öblődbe bemész, a repülőúton legyél egy egyéves gyerek csicskája, rugdossa a hátsó üléseret 20 órán keresztül, utána kapjál egyetlen egy olyan szomszédot, akinek az egyetlen szórakozása, hogy flexeli az oldalfalat. A maradék pálmafákat a Maldívon, és utána pedig hallgasson neked egy dalt, repeaten, amit nagyon gyűlölsz. Ezt nem kívánok a rosszat grízt, neked, hogy életed végig és a grízt. És fészkeljen azon a szigeten egy madár, aki az év 365 napján párosodni akar, és az a hangja, hogy gyerekek, nem. Már hárman vagytok, akkor sem. Nem, rendőrt nem. Az a generációnk elárulása, a fiatalságunk elárulása. Jó, az egy más rendszerrel való összekacsintás, Bali, hogy rendőrt hívok a bulizó fiatalokra. Nem. Átmehetek? Megverhetem? Bármi. Megverhetem? Ha meg akarod veretni magad? Nem. Sziasztok, Tibi vagyok! Bár semmi. További jó szórakozást! Jól magad! Bocsánat, hogy csak te átmennél? Te átmennél balhézni? Nem. Hanem benyelnéd? Ötödik napon? Ötödik napon már valószínűleg nem. De most rendőrt az irányba tolod el, hogy végre megadjam neked a rendőrt. Egy hónap számüzetésben Újfehér Tóra nyaralótban. De Újfehér Tóra egy kis üvegben belegyűrnének egy ronydarabot, meggyújtanak és a tetőtőkkel hajítanál, és kiszúrnák a kocsit mind a lépcsőn. Igen, és hogy megjönnének át megerőszakolni a feleségedet. Most már kicsit itt tolod, hogy mikor hívnék rendőrt. Tibi, nem. De ha mindeközben azt kiabálják, hogy rohadj meg Balázs egész este, akkor igen. Nekem kiabált, csak nem értettem, hogy miért nekem. Jó, mondd ki az ítélet, tessünk túl rajta. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd.
Hangsúlyozom, az üvegfal túloldalán ülő nejed egyértelműen mutatja, hogy igazam van. Ezt azért remélem, hogy Viki most ezért egy nap nyomasztás a Balázsnak, jó? Egy nap nyomasztás, egyébként jó? Egyébként pedig a kunfehértóiak ezt üzenik neked. Költözzök! Figyelj, azért oda mennek, azért, mert az egy buli övezet. Ezt azért a Jani mondta, nem, jól. Nem, oda nem, pihenni ez mennek buli, le az nem emberek. Ibiz, ez nem Ibiz a gyerekek. Na de neki is a nyaralója. Nem, nem, ezek bérlők, ez nem értitek? Na jó, de hát ne, ő is. Nem. Mert hol bulizzon, ha nem ott bulizzon, ahol egy kicsit kiengedheti ki a gőzt. De megvan, megvan, megvan. Táblán, ez nem Ibiz a gyerek. Nem, 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 ez nem a pocsa. Nem, nekem megvan, ez megvan, nem a Café Del Mar. Megvan, hogy hol bulizzon, a jó édes anyjánál bulizzon. Tehát, hogy lemegy két napra, ő mint, tehát az a baj, kétnapos turnusokban jönnek ezek a gyerekek, aki ezek a gyerekek, mi basszus, mintha apám. Ennyi. Ezek a láklik. És jön a bezzeg az én láklik. Én is voltam fiatal, de tudtam volna a határ. Irgumurgum. Hagyjál már, nyuggerkám. Nyuggerkám. És mindegyik jó, ott akarja eldobni az arcát, mindegyik ott akarja az év búliát megcsinálni az én kertemben. Jó, na mi a téma? Na, ezt megadod? Nem, ezt nem, nem, na, nem tudom. Viki, jó. Viki. Fél tíz van már, hát bűntem. Már azért, azért azt hittem már kicsit Viki. Azért húzod az időt eddig, mert talán nincs is témád. De van! Hogyha én kezem alatt lenne a nyomógombás szólna a grill, csak jelzem, de mindegy, nem, most elengedjük. Jó, na, na mindegy. Hogy, úristen, mi a téma? Már utána kell nézzük, hogy utána voltam. Ja igen, megvan. Hogy egyik koncertem után odajött hozzám egy srác, azt hiszem, hogy autógramot akar elszigetelt eset lett volna, de nem azt akartam, rám nézett, és azt mondta, hogy Tibi, szia Tibi, megismersz? Hm. És áll így veled szembe. Szomszéd, kumfejtő. Bam megy állat. Nem te bulisztál, amit csinak egy. Igen, de hogy és tudod, áll veled szemben, hogy szia, megismersz? És tudod, nagyon pörgeted. Á, igen, mester úr, direktor úr, drága főnököm, jóféle sörita. Pörgeted, dunsztod nincs, hogy ki az, de csávó benyögi, hogy konkrétan 8 évig általános osztálytársak voltunk. Hát, és én ezt vállalom. Ti az általános iskolai osztálytársatokat megismeritek? Én a nevüket is tudom. Ne hülyek. Mi összejárunk. Az osztálytalálkozóink vannak, mi nagyon szerettük egymást, nagyon jó osztály voltunk. Amikor a két osztály néha összekeveredik, akkor vannak ilyen kínos pillanatok. Hát az már évfolyam, az más. Igen, azt azért nem igen, kell tudni. Igen, ott a párhuzamos, főleg amikor az egykori, ez a legjobb egyébként, amikor az egykori nagyon menő srác, aki mindenkinek a kedvence volt, az összes csajt levarta, megjelenünk, bejön gőzgombac Géza, bejön, és még mindig ugyanazt tolja. Még mindig. Ugyanaz a lazaduma, ugyanaz a, hogy csak kicsit kevesebb haj, kicsit nagyobb a poca, kicsit elmúlt már a szépség, a varázs, a sárm, ami annak idején ugye nagyon működött, és akkor próbálj meg ugyanezt tolni. Te nem sokat nőttél, jaj, jaj, jaj. És mondom, hogy te viszont, igen. Jó, standard poéra. Csak széltében. Ugyanakkor ez az egész dolog ezért szeretető. Most egy pillanatra témát vált, hogy azokkal találkozol, akik most is ugyanúgy nyomják. De ugyanazok. Nem, tehát, hogy ő párhuzamos osztályba járt. Az más, azt nem is kell megismerni. Tehát, nem is volt igazából haver, nem is volt címborod, és akkor találkozol, és akkor ezt így tolj. Konkrétan ez is akar lenni a téma, hiszen a csávó közölte velem, hogy nagyon készülődik az általános iskolai osztálytalálkozás, és borzasztóan elkezdtem szorongani, mert ott lesz 30 ember, aki nekem derengeni nem fog, érted? Tehát, hogy ott fog... A nevükre semmi? Fie, szinte semmi. Én tudom, semmi. Hogy ki volt az első szerelem. Hogy? Hát még a nevüket is el tudnám kezdeni napló sorrendben mondani, hogy kezdődik. Ne hülyeskedj. Dehogy nem. Nem mondd már meg, hogy nincsen, mit tudom, a kunfehértói háznak a pinyójában, nincsen ott a kis tarisznya pogácsával, a megégetett szilű papír, igen. Hogy hívják a nevüket. Én megmondom őszinte, nagyon sokáig emlékeztem, csak legutóbbi kunfehértói nyaralásom alkalmával annyi idejét kaptam. Avancsi. Avancsi. Brother. Meg az, our baby will be all the day. Az nem Avancsi, az egyik biztos. Nyaraló. Látolták a hűtőszekrényt a lábára. Tehát, hogy én emlékszem rájuk. Az osztálytalálkozó világára egy picit beszélgessünk, hogy mi a jó stratégia, hogyan kell itt jól, tehát te hogy mész megérkezel, és mikor föl kell állni és elmondani, hogy kivel mi történt akkor, és akkor mit mondasz, hogy mondhatnák úgyis, mint tudják. Kell még, hogy mondjak valamit? Igen, megkapcsolták a tévét, ezt most komolyan kérdezitek? Megbántotok ezzel, hogy mondjak valamit? Ennyi. Most meg akartok alázni. Odaér Balázs utolsónak, és azt mondja, kezdj.
De hogy például a te esetedben... Nálunk te... nincs ilyen. Ez az iPhone, mindenki elmondja egy percben, hogy mi történt, ez egy baromi kellemetlen része az osztálytalálkozónak. Kezdjük az elején, tehát hogy van egy megérkezés, egy antré, tehát hogy te ilyenkor a gyémánt Bentley-vel arrébb parkolsz, hogy ne bánsd meg őket, leveszel az aranykormányt és visszateszel egy strucbőr kormányt, tehát hogy ne nagyon... Lefújom a vállamról az aranyport, igen, és ezüst serlekben kérem ki a fröccsöt magamnak. A Balázs nagyon precíz, pontos, nem akar őket megbántani azzal, hogy elkésik, ezért már egy héttel előtte megveszi az étterem melletti ingatlant. Hogy csak át kell menni. Nem, általában az én éttermem, mert csak ők ezt nem tudják. Igen, és mindig nagyon átvágom őket. Ki van rakva, ilyen rohadt nagy el van az egész étteremnek a parkolója kerítve, és ki van rakva, hogy privát parkoló, és ott Balázs utána beparkol keresztbe egy limuzinnal, tudod, megértem. Nem, mi nagyon sokat találkozunk, meg van, akivel beszélek is telefonon, tehát nálunk ez nem akkora dolog, hogy most velem mi van, vagy velük mi van. Az általános iskolai, így van. Három embernek mindig itt van a telefonszáma. Adjál már egyet. Mert kérték 20 év lezett, hogy hívja őket vissza. Egyébként. 14 éve várják, hogy visszajöjjön őket. Nem, beszélek velük, abszolút. Meg tudom, hogy kivel mi van. Tehát ez tök jó. Mi nagyon jó osztály voltunk, nagyon szerettük egymást. Ezek nagyon mély kapcsolatok általában. Volt mély kapcsolatom is ott, igen. Nagyon mély? Nagyon mély. Volt, ismerkedtem ott. Eleinte félszeg, csak 10 centis kapcsolat. 10 centi mély volt, utána egyre. Az egy bizonytalan kapcsolat volt, igen. Aztán bevátorodtunk. Mi a túlélés stratégiája? Tehát, hogy ilyen irdatlanul be kell nyomni? Beszélni. Hogy mindenki beszélni. Akkor beugrik, hogy ki jön. Hogy üljek le, és akkor szépen elkezdem egyszer kölcsönkérted a 2B-s ceruzámat, és ebből be fog ugrani, ki jön. Ha először csináltuk, akkor általában 15 percig mindenki szorong, jaj, mi lesz, jaj, hogy nézek ki, jaj, a többiek, és utána tök jó lesz. De hagyd a szexet. Nem úgy értem, hanem hogy 10 percig mindenki tudod, jaj, de kedlen kimellettülök, és talán 15 perc után nagyon jó az. De jó lesz, de ott lennék az első néhány perc, amikor majd mennek oda az osztálytársad, és mondják, hogy Tibi, hagyd segítsek, hallottuk a múltkor a Morning Show-ban. Igen, XY-on vagyok, én egy picit balra ültem tőled az ablaknál, emlékszel? Nem jártunk sokat együtt, csak 8 éve. Azt is tudom, hogy ki hol ült. Tudom a neveket. Na kezd el, hogy a névsor. Én ültem, három sor volt, a névsor az úgy indult, hogy Ásztai Norbi volt az első, aztán Bordás Ákos, ő volt a második. És én tudom, hogy én az első, tehát az első sornak a második padjába ültem, ki ült előttem, ki ült középen, ki ült az oldalsor részen, az ablaknál, de minden. Ilyenkor ilyen Jóska Baracskán. Zoli a csillagban. Hogy ilyenkor egyébként ilyen idézvélesen ilyen kifizetetlen számlákat illik behajtani, tehát ilyen félben maradt udvarlások, akkor nem sikerült összeszedni, vagy akkor nagyon elutasítva. A legnagyobb csalódás az a durva, hogy azokban a lányokban, akikben szerelmesek voltál, azok mind rohadt rondák lettek. Most nem az én. Általában ezt mondom, hogy ez tendencia, nem a... Akik viszont olyan kis csúnyácskán, csöndesecskén ott úgy elüldögéltek, és nem is nagyon néztél rá, és nem is tudom, néha hozzávágtál egy ilyen fél serszli, tudod, csak egy rotring tollat, hogy kicsit hosszabb. Mert jó fej lehetett suliban, nem? Ilyen nyolcadiban mindenki csinál ilyen. Azok viszont gyönyörűek lettek. És úgy valahogy és pont ellentétes irányba mozoltak. Nagyon szépek akkor, kevésbé szépek, és a csendes kis köpenyben üldögélős, kicsit tudod, ott toltartóban macerálós. Nem hiszed el, hogy néz ki? Hát azt kell csinálni, hogy ha esetleg valami összejön az árnyékosban, akkor az arcát leteríted egy régi osztályképpel. Nézd meg, a Balázs Balázs... Hát aki szép lett, annak nem jó a régivel, mert ugye az régen volt rossz. És nézd meg, a Balázs megint miről beszél, érted? Érted? A sztori, amit elmondtál, ez, hogy régen egy kis szende volt, és rohadt dögös lett, az megint micsoda? Micsoda? Egy az egybe a Gríz, a Szendi története. Aki az utolsó bulira megvadul, bebongyorodik. De tényleg így van, tehát, hogy a kis szendék. Szendi, nem Szende, Szendi. A kis Szendék. Ne öld meg a saját témát. Igen, meg abban a saját témát ne nyírt ki. A kis Szendék lesznek a szépek, majd nézd meg. Mondjuk úgy sem emlékszel senkire, neked tök minden. Igen, a változást nem tudom. Mit fogsz mondani, hogy felállítanak egy percben mesélni, hogy mi történt veled? Ott fogsz nagyon izzadni, az biztos. Sziasztok, Kassa Tibi vagyok, bejött az életem. Hogy szimpatikus leszel. És tudod, mi a durva egyébként? Egy Balázs mondja ezt úgy, hogy egy színfiú osztályban. Most azért minden nem mondja, amit neked elmondtam. A Szendék, tudod, milyen szépek lettek? Te jó ég! Szépek, tudod, hogy elcsúnyultak? A Józsi, tudod, milyen ronda lett? Annyira csúnya lett. Pedig emlékszem. Hallod, viszont az Ásztai Norbi, igazán. Figyelj, hallod, most már bármi lehet. Annak a bőre. Norbi, hallod, hívjál fel. Annak a bőre, mint a sejem. Nem, tényleg, jó. És irdatlanul bekarmolni, tehát ilyen nagyon őszintére inni magad, az játszik ilyenkor, és ott így összeborolni? Nem, annyira izgul ilyenkor, meg annyira zavar, hogy egy deci bortól úgy berúgsz, mert egyrészt így gyomorra mész, mert nem tudsz enni, mert ideges vagy. De hagyjuk olyan. Kettő, hogy nagyon hamar berúgsz. Osztályfőnök is eljön majd, nem mondta az illető? Azt tudom, hogy éle még. Mert nekünk ott volt az osztályfőnökünk is. Kovács Pál, így hívták, még remélem. Pali bácsi, és ő is eljött az osztálytalálkozóra, ott ült legutóbb egyébként. Útnába?
Igen. Egy instant kávépor képében eljött. És mondta az osztálytársaim az akkor, hogy Sterák Ági, és most hallgassuk meg, Pali bácsi, és felrakott egy urnát az és nem fogjátok Pali kitalálni, bácsi, ki van itt. Szegény Pali bácsi, most már kicsit kevesebbet beszél. Na, Pali bácsi. Pali bácsi magája szó, egy perc gong az eleje, gong az eleje. Pali bácsi, mondjál, mi történt magával? Pali bácsi kicsit szótlan már. És most egy évig nálatok a kicsit. Pali bácsi egy a Mándor urnába megy, most állítok éjjövök. Tehát ott nem lesz jó helyen, mert a Benni szívesen lever így labdával mindenféle kis tárgyat a szekrényről. És most köszönjél el mindenkitől. Az oszifő. Nem áll. Bordik állat. És most pedig jön. És most hamuból jósrunk. A Vándorkupa pedig tovább megy. Sebestyén Balázshoz. Oh, Pali bácsi. És most pedig jöjjenek a szalszapercek. Szia, rahat allergia. Jaj, Pali. Pali bácsi. Már is hazamegy. Nézd, szökik a Pali bácsi. Az ablakod. 4 év múlva is meghívnak. Fogjátok meg. Szóval, hogyha ott lesz az osztályfőnök, az jó lesz. Osztályképeket vigyél meg, szerezzetek osztályképeket. Balázs, nagy, Balázs, sírni fogok egymásra. Osztályképeket vigyél. Gyerekkoromból nincsen fotó, tehát egy magnókazettás felvétel van, ahol beszélek. Megképzelem, milyen kellemet lesz, ha többiekre veszik a képeket, és mindegyikről le van vágva a Tibi. Ki van vágva? Egy luk középen. Ennek volt egy két csaj, aki annyira lelkes volt, hogy hozott osztályképeket, és sírtunk rajta, a ruhák, a hajak, ahogy kinézel, hogy kivel mi van, hogy nézed ki akkor. Tehát van egy-két emberünk, a lányok szoktak erre rákészülni, hoznak fotókat, a könnyetek fog folyni, úgy fogtok röhögni. A gimis osztálytalálkozón az ezelőttin tök jó volt, jó hangulat volt. Minden. Ott például finoman rápróbálkoztam egyébként arra, aki a gimis nagy szerelmem volt, és nem akart a dolog úgy összejönni. És gondoltam, hogy ezt a lépésszerűen kihasználom, hogy kicsit azóta lehet egy arcoskodni, és figyelj, még így sem. Ez a szép benne, hogy... Persze, mert ő arra emlékszik, amilyen akkor voltál. Ezért ilyen speciálisak ezek a kapcsolatok. Szerintem egyébként borzasztó mélyek ezek az általános iskolás ilyen osztálytársas. Olyan időszakodban haverkodtatok össze, meg voltatok együtt, amikor nagyon-nagyon masszív kapcsolatok alakultak ki. Érzel, meg nagyon lehet kötődni ezekhez az emberekhez, bármi lett belőlük, és te mindig arra emlékszel vissza azokra az időkre. Tehát bennük te úgy élsz, amilyen akkor voltál. Szerény és jó fej. Így van. A kis pufi öröké izzadó. A kis pufi a sonkás zsemléjével. Fasírozott a zsemléjével, tornából felmentve. Én kórosan somány. Úzsis dobozokat fosztogató. Biciklitolvaj. A büfébe betörő. Én nem, gyerekek. Én kórosan somány. Hangosan szellendő. Igen, nyilván. És igen. És rádióaktív anyagot izzadó. Nem, de egyébként kórosan somány volt a Váltésibe is. És gimibe is. Én kórosan sovány voltam egyébként, de utána... De miért? Akkor mi történt? Már kihez képest Jabba a húthoz. Mi történt? Igen, de... Kórosan sovány felé. De kórosan sovány! Kórosan sovány! Eleve nem vagy vékony csontú, te nem lehet? Kórosan sovány az, aki vékony. Gyerekek, kórosan sovány voltam. Hozok be nektek jövő hétre képet, jó? Mi történt? Az általános iskolában, gimiben én kórosan sovány voltam, utána lettem ilyen jó húsú. Persze, és kihívtak a táblához föl, ezért biológorán. Na! Akkor az emberi test alapok, Tibi, gyere ki! Ez itt a fejcsont! Nyilván így történt. Gyerekek, mutasd már ha behozom, ha behozom, és igazam van, akkor egy indokolatlan csörbökés indokoltá válik, jó? Akkor igen, akkor megadjuk. Akkor a kúfehér ton... fotós, aki Kenny vágja az utómunkát. Nyilván az utolsó stádium, most meg kell ki átretusálva a fejemet. Igen, nyilván ez a terv. Én azért a kórosan sovány színem a testetetben barokkos túlzás. Az volt. Na jó, megnézzük. Az kórosan sovány voltam, és ezúton üzenem egyébként volt gimnáziumi osztálytársamnak, aki kicsit... Akiről neve most említ az de akiről lecsúsztam, hogy Lóci Dóri egy életre szóló élménye lett kevesebb, hogy akkor nem hagyta magát az osztálytalálkozón. Lóci Dóri? Ez fontos, hogy tudja. Így van. Igen, azóta már anyuka egyébként jó egészséget a babának és a mamának. Nem hagyta magát? Figyelj, úgy tűnt egy pillanatig, hogy befordultam a célegyenes, már lengették a kockázászlót, de aztán valaki elvette tőlük. Tehát, hogy Dóri, ne bánj semmit, ha akkor összejön neked, Tibi, most lehet, hogy leszbi vagy. Elmondom. Na figyelj, ez a másik. Kórosan sovány voltam, és ez fontos leszögezni. Kórosan sovány voltam, de embertelen numera már akkor is. Ez fontos leszögezni. És ez meg is maradt. Nem véletlen, az akkori barátnő nagy többsége nem véletlen sántított napokig után. Tehát azért ezt szögezzük le. Tehát, hogy egy levél kataflámmal lehetett csak javallani a dolgot. Na, mindegy, igazából félve kérdezem meg, hozzáteszem egy zenei aláfestést az elköszönés, ha lehet tudnék fogadni, hogyha véletlen úgy van. 3-4-10 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatai.
ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3-4-10 múlt pontosan egy perccel. De aláírom. Mutasd egyébként már. Most itt fotókat mutogat a Tibi, hogy valóban, hát korosan sovány nem, de vékonyka voltál. Vékony srác volt. Én azért méretnék egy sugárzást ott szadál, hogy nincs-e valami... Tényleg nagyon durva. Nincs-e valami fura földön kívüli sugárzásod? Ez a durcás arcú kislányit mögötted a Dóri? Miután rányomultál? Igen. Lóci Dóri. Hogy megjegyeztem? Lóci, nagyon jó név, Lóci Dóri. Na jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Ugye párkapcsolati tanácsokról beszélgettünk, hogy mit kell a nőknek, illetve nem pontosabban, mit kell a pasiknak elnézni ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a párkapcsolat. Ugye? Uh-huh. És beszélgetünk a turbulenciáról is, miszerint ugye hát mi történik akkor, ha a légitársaságnak a gépe turbulenciába keveredik, miért kell ezt titokban tartani, illetve mit tudunk ilyenkor csinálni, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. De nem azért, mert hogy ezzel bármiféle baj van, mert nyilván erről egy légitársaság nem tehet, hát turbulencia az van. De ez nem presztízsveszteség, vagy volt egy másik, amit szintén ez a cikk ír, hogy volt egy római leszállás, amikor Rómában, amikor a baloldali főfutó nem nyílt ki. És akkor sem számolt be a légitársaság egyébként a balesetről, csak a kényszerleszállást és a biztonságos landolást említették. Tehát nem mondják meg az okot. Nyilván ez presztízsveszteség lehet a légitársaság, hát azért... Turbulencia semmiféleképpen nem. Ugye, azt szerintem az egy sima, ugyanolyan közlekedési helyzet, csak a levegőben van, mint amikor valaki durr defektet kap, és nehéz megállni az autóval. Még a pilóta egyébként szerintetek bemondja, vagy sosem mondja be, hogy ő de tudja, hogy mekkora turbulencia lesz? Hát akkor jön, hogy kigyúl az a kis piros tabló, így hívják, hogy kösd be az övedet, mert ő már látja, hogy olyan időjárási. Oké, de sosem mondja be, hogy na ez most kemény lesz. Aha. Hát azt nem lehet, hogy azt nem tudja. De jó, mondjuk azért ez mókásos lenne. Hoppácska! Na srácok, most szóltam. De hogy miért nem? Hogy ő nem, a pilóta önmagában nem tudja, hogy mekkora turbulencia. Én most kapaszkodnék. Azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, hát a turbulens légtéren repülünk át, lesz némi rázkódás. Ez most egy picit durvább lesz, kapaszkodjanak, én is be vagyok tojva, hát most már nincs mit tenni, igen. Ebbe belerepülünk. Szerintem is benyomom marad a gép, te Józsi, tudod, az miért ott miért villog az a... Most jöttem haza, Major. Az most kontaktos, vagy tényleg nincs üzemanyagunk? Van egy pilótánk, akivel már nagyon sokszor beszéltünk, Mészáros Zoltán. Hello, Zoltán, jó reggelt kívánunk. Szevasztok, jó reggelt. A pilótának rendelkezésre állnak meteorológiai adatok, már az indulás előtt is, és a repülés közben is kap tájékoztatást arról, hogyha ismert turbulencia van az útvonalon. És egyébként azt tudjuk, honnan tudják, hogy mikor van az a turbulencia, hogy már nekik is be kell kötni magukat. Te kiszólsz nekik, hogy ők is üljenek le, mert ugye ők vidáman tologatják ott a duty free-t, meg hozzák a kis teácskát. Szerintem rejtjeles, tehát az van, egy kávé, de most két cukorra, na igen. Akkor tudom. Vagy te fölhívod őket a telefonon, amivel ti kommunikáltok, hogy most jobb lenne, ha ti is leülnétek? Hát annak a légitársaságnak a szabályzat, akinek én dolgozom ilyen pillanatban, az azt írja le, hogy ugye ez kétféle megítélés lehet, az egyik a pilóta, vagy pedig a légutas kísérők is megítélhetik ezt saját maguktól, tehát hogyha ők úgy gondolják, hogy ez már sok, akkor ők ezt automatikusan megcsinálják. Mikor az egy szerencsétlen eset, ha a légutas kísérő kicsit fél és simán felszolgálnak, kicsit rázagép is, ő már leül és beköti magát. Mondják, hogy Judit, gyere már segítve, meg fogunk halni. Vagy azt látod, hogy a kapitány nem mondott be semmit, de a légutas kísérők rohannak el a saját között, kötik be magukat fejvesz. De hát ez csak a dohányzás tiltó tábla villant föl. Igen, ez kemény. Na jó, hát ez egy érdekes fél. Hát attól is függ, hogy most épp akarnak-e dolgozni, vagy nem. Ha nem akarnak igen. Nagyon dolgozni, akkor a kis turbulencia is rögtön nagyjá válik. Igen, a numero uno. A mindent vívő, ja, az első, belevágtál a sűrűjébe, nem, ez egy latinos kifejezés, annyit jelent. Na, a numeránál például, ha hátra néz, fordít vissza a fejét, és nem mond azt. Na, szóval mi a numero uno szerinted? Az új húsi. Az mi? Hát, amikor egy kis plusz följön. Na, az. Az gyakorlatilag mindenhol problémát jelent szerintem. Amikor jön a kérdés, kicsit egyébként provokatív a kérdés, mert ő érzi, hogy tudja, valami hogy probléma. Igen, hogy felugrott egy, mit tudom én, nem fél kiló. Egy-két kiló felugrott, és akkor megkérdezi tőled, hogy ugye nem hisztam. Á,
Hát de, hogy hisz? És itt már hibáztál, de ez nem jó válasz. Na jó, szóval igen. Igen. És ez se jó válasz. Ja, ez se. Ugye? De akkor mi a jó? Nem tudsz azt mondod, hogy igen, hisztál, ha őszinte vagy, és azt mondod, hogy tényleg van rajta. Megyek, kibízom a kutyásért. Már itt vonyít. Nem tudsz rá jó választ adni. Tényleg nem tudsz. Erre nehéz mit mondani. Nem, mert ha igen mondasz, akkor izé ledagad disznóztat, ha azt mondod, hogy nem, akkor meg hazudsz, mert ő tudja, hogy hízott 4 kilót, vagy 3-at, tök mindegy. Uh-huh. Tehát ebből nem tudsz kijönni, ez az egyetlen és jó, hogy elviszed a kutyát sétálni. Ennyi. És ennek különböző variációja van, a két részes fürdőruhát vesz fel, és megkérdezi, hogy jól áll-e. És ha te véletlenül azt mondod, hogy az egy részes jobban áll, miért, mert dagadt vagyok? És akkor nem, mert jobban áll a másik. Hát egyszerűen ez. Hát most érted. Igen, erre mert nehéz mit mondani. A nyaka. De kicsit ő azért kérdezi meg, mert tudja. Picit, igen. Tudja. Igen, de ugyanakkor egy picit megsértődik, ha megmondod neki az igazságot. Hazudjál, vagy őszinte legyél? Hazudjál. Nem? Igen, de akkor az is baj, mert ő tudja, hogy te hazudsz azért, hogy az ő kedvébe járj. Itt aranyoskodni kell szerintem. De megcsípkeded az oldalt. De megmutatom, Balázs. Mit csinálsz? Figyelj. Nem akarom, hogy megcsípkeded. Jaj, hát miért itt ezek? De akkor azon is megsértődik, hogy csípkeded a hájamat. Miért csípkeded a hájamat? Oda mész, és elkezded megcsípkedni. Te is érzed. Igen. Nagyon-nagyon sok ilyen van. Én például ettől az elkésés és készülődés, és mennyi idő, még 5 perc. Tehát a nőknek az 5 perc, az hogy tud egy olyan fél óra, brutto 38, 40 perc, 45 perc, hogy ezt mondja meg hát nekem igen. Valaki, amikor megkérdezett, hogy mennyi még? Uh-huh. Nem? Mennyi még? Ott állsz felöltözve, gyerek, téli kabát, sapka, sál, tudod, ráadva, minden, mennyi még? Így 5 perc. Ráadásul augusztus van. Ráadásul a gyerek séri, hogy érzi, miért kell felöltözni kánikulába. 5 perc. Hogy miért nem tudja azt mondani egy nő, hogy figyelj, 20 perc. Megcsúsztam. Igen, 20 perc. Megcsúsztam. Elbizélt csesztük az időt, kicsit ott még ilyen szoknya, olyan, 20 perc. Elérkezik az a pillanat, amikor már egy ötödjére kérdezed, az, hogy mondja az 5 percet, elérkezik az a pillanat, amikor jön a felsorolás, hogy tulajdonképpen te vagy a hibás az ő 5 perceiért. Mert az ingedet vasaltam. Igen, mivel is arról te tehetsz egyébként. Igen. Ha nem kellett volna kivasalni az ingedet. Igen. Akkor már rég kész lennék. Igen, én például elmegyek fodrászhoz, én például nem érdekel, hogy észreveszi-e. Rott. A fodrász? Igen, hogy ott vagyok. Ott ülök egy órája, a fodrász nem jön. Elmegy fodrászhoz, de ez szerintem sok nő csinálja. Levágat az egyébként 3,5 méteres hajából 4 centit. És azt vedd észre. És vedd észre. És akkor mi van? Semmi. De mi van? Semmi. Jó. De most van valami? Nem, semmi. Na, semmi. Ugye? Figyelmetlen állat nincs. Vagy, már megint nem figyelsz. De most mi van? Semmi. De tényleg nincs. 6 szó, de nekem valami bajom van, 2-szer megkérd, elmondod. Na, nem vettem észre. Hogy a palik el tudják mondani, mi van, az a bajom, hogy megint így vagy úgy vagy, mi van, semmi. Van baj, nem. Rosszul csináltam, amit semmit nem. Mindegy, nem, jó. Jó, hagyjunk. Nem így van? De. Ugye? Nem. És végül este kiderül, hogy ő fodrásznál volt, és te azt nem vetted észre. Tipikus probléma, ha új ruhát vett, és te szemrehányóan megszólod, hogy megint egy új ruha, drágám, mire a válasz: ez már régóta megvan, jó, csak még nem vettem föl, valamint nincs egy rongyom se, a szekrény pedig dagad napról napra, ír a gyuszmók. De teljesen tipikus. Az exem megnézett egy palit, egy Pétert, egy Gábort. Azt mondja, hogy de cukik vagytok, mindig megbámoljuk a pasukat, és közben kreatív gondolataink vannak. Na, egyszer ugye? Belelátnék egy nő agyába, hogy megy egy... Mert tudjuk, hogy egy férfi mit gondol egy jó nőről, ha látta az utcán, nem? Te nem tudsz másra gondolni nagyon, nem? Egy nő lát egy jó férfit, ugyanazt gondolja? Hogy úgy de jó lenne, ha... Hát látod, ugyanúgy, ugyanazok a szavakkal. Az SMS-ek folyamatosan. Igen. De jó. Másképp húz ma le a metróba. Mi? Másképp mész ma le, vagy megnyugodtál kicsit? Morning Show. A Klassz FM-en. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Azt mondja, hogy trafi Szentendrén, a Dózsa-György úton, mindenki vigyázzon, ezt Gergő küldte nekünk, és van egy trafi a Váci úton, a Selkútnál, a centrum irányába tartókat mérik, ezt pedig Kornél küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, ezek voltak a legfrissebbek. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello, sok új nem volt ebben a megszólalásban, abból a szempontból, hogy ismerős ez a mi fölött hunyunk szemet, hogy béke legyen otthon férfi oldalról, mert úgy pénteken csináltuk a női oldalt. Ugye? Figyelj. Nálunk ez működik, én szemet tudok hunyni. Hát kell is, sokszor. Tehát, hogyha azt mondja, hogy nem tudom, megyünk, és el kell készülni, nem tudom, 5 perc múlva,
akkor tudom, hogy az... akkor még van időm elmenni, nem tudom, bevásárolni akár, edzeni egyet. Megreggelizünk. Ha jó, akkor elmegyek futni. Igen, futsz egyet. Hát ettől szép a dolog, igen. Na jól van. Hívjuk a naphallgatóját, jó? Ez jónak tűnik. Ha még nem volt sokszor. Nem. Így számról megmondod, hogy nem volt? Az összes hallgatónk telefonszámát tudja. Hogy? Halló, Balázs, Morning Show, hello! Nem hiszem el, Morning Show! Hát igen, egy picit később, mint kellene. De eladat tettem fel. Mondta egyébként. Te igen, volt valami show. Mondtad? Tényleg mondtad? Igen, hát, neki lehet. Nem hallottam. Nem hiszem el, nem hiszem el. Igen, hello, nem írtad alá, hogy hívja. Hogy hívja? Zsuzsa, bocsi, nem írtam alá, az viszont tényleg igaz. Igen. Zsuzsa, hol hallgatsz minket? Ibrányból. Ibrány, aha. Na, többen vagytok, azt hallottam. Ketten vagyunk most itt. Ketten vagytok. Kolléganőmmel, aha. De nem számítottál rá, hogy hallom, nagyon örülsz. Nagyon örülök. Soha nem nyertem. De jó. Aha, na. Nagyon jó. Csak azon hívtunk. Mármint, hogy örülsz, nem az, hogy aha. Nem nyert. Igen. Csak azon hívtunk, hogy most se nyertél. Igen. Írtál nekünk SMS-t, ugye a Tibi említett, hogy kórosan sovány volt. Mutatott egy képet, egyébként valóban kis hát, egy szál belül volt. Igen. Te azt írtad nekünk, Tibi, a soványság elmúlt, a korral mi lesz? Nagyon szerettük ezt. Úgyhogy ezzel teletél a naphallgatója, ráadásul nő vagy, ami szintén nagy öröm nekünk, mert hogy női hallgatónk ritkábban szokott a naphallgatója. Ugye? Na, ideje volt. Igen. Mit csináltok, mit dolgoztok? Hát egy rendőrségen dolgozunk, hát papírozunk. Na, nem szombat helyen? Véletlenül. Szombat helyen, nincs ismerős. Kapunk levelet Vas megyéből. Jól van, küldjük nektek, ügyesek vagytok, gratulálunk. Jó? Nagyon-nagyon szépen köszönjük, mit küldtek? Ajándékcsomagot. Szuper, jó. Mindegy, mit. Bármi jó lesz. Na, az van benne. Küldjük nektek. Köszönjük, minket hallgattok. Ciao. Hello, hello. Tibi. SMS. Micsoda nem? Micsoda? Kórosan sovány, persze, előttem ültél, azt hittem sziámikrek vagytok. Szegény. Csavikán, remek zenét lesznek? Hozom a remek zenéket, de előtte visszakérdeznék. Kép aláírások a harkányi pihenésről. De szép aha. Kérdés, mondaná Vágó István. Fejben de szép kérdés, alakul. Igen. Alakul. Elküldje megint a képeket? Nem, megvan minden, mert rá kell arra készülni. A szavak már megvannak, csak még nem rakt őket megfelelő sorrendben. Okay. Le kell hívnom őket, igen. Mm. Alakul, megcsinálom. Cserébe hozom Chris Malinczak és Mickey Echo közös dalát. Ha nélkül nem nap a nap. Hát. De hogyha olyat mondok, akit ismertek, akkor az a baj, hogy miért nem hozok újat, amikor hozok újakat, akikkel egyébként már találkozhattunk korábban, itt a Klassz FM-en, Chris Malinczaknak volt a So Good To Me című slágere, nagyon-nagyon szerették. A Mickey Echo viszont a Rihannával közösen énekelt a Stay-ben. Na most nyitott kapukat döngetsz, Csabi, én is Echo-s vagyok. Összehozták közösen így a Stranger című újdonságot. Nagyon jó. Ajánlom nektek, ez tényleg jó. Egyébként a Chris Malinczaknek az egy jó hangulatú dala volt este 10 és 11 között. Az egy érdekes hangulatú szám volt, amit csak ő csinált. De ez is jó. Igen? És 10 és 11 között délelőtt is. Jó, meghallgatjuk. Nagyon jó. Mi van? Most nem blöföltem, most kivételesen tényleg tudom, hogy a Chris Malinczaknek van egy dala, az egy ilyen érdekes hangulatú szám. Nem mondom, hogy mondjuk reggelre hozzánk való, mert ilyen kis bealvós, de a számnak jó a hangulata. Én azt hallottam, hogy József Poplácsekkel csinált. Az is nagyon jó volt. Poplacek? Malinczak. Chris Malinczak, így van. Jól van, 555-55-00, ez a telefonszám a Csabinak, ha valaki szeretne tőle dalt kérni, megteheti egészen nyugodtan. Így pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Segessék Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.